Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 12 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, hello Jani, hello Feri. Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk ezen a csodás napon. Csütörtökön már, ugye... Nem sokára vége a hétek, így aztán meg pláne rövidebb, hogy az ember ugye kedden kezd, már mint én. És süt a nap, tényleg. És jó idő van. Tessék? Tényleg olyan fura helyen. Én masszív szerda hangulatban érkeztem, aztán rájöttem, hogy nem, hiszen már csütörtök. Igaz? Úgy, hogy tessék? Pici is elég a boldogsághoz. Egy pici, és aztán megvilágosodtam, valahogy rájöttem, hallgattam valamit, hogy csütörtök van, és akkor azt mondtam, hogy jól van. Hát ez így már, ez mindig jobb egy szerdánál egy csütörtök, hát azért az mindjárt szebb. És ráadásul szép idő is van. Azt mondják, hogy délutánra, majd valahol délen, délkeleten várható egy pici kis eső, de egyébként nálunk itt valószínűleg nem lesz semmi. Csak nem, egy pici hidegfrontot mondanak, igen, de az csak gyorsan átszágult, lesz egy kis szél, és aztán hétvégén meg már 20 fok, úgyhogy azért az fincsi. Az nagyon jó. Nagyon jó. Óraállítás hétvégén, ne felejtsétek igen, el. Igen, bizony. Pluszba megyünk egy órán. Szombat hajnalban, és akkor vasárnap már gyakorlatilag olyan este 7 óra felé fog sötétedni. Az meg jó. Hát tegnap kivoltam a kertbe, és még fél világos volt. Az a kapálás, de tényleg. Hát muszáj egy kicsit a retket megkapálni. Nem, a kültéri világítás. A vetemény az... De a szomszédban már sötét volt. Tök fura volt. Lassan szedjük az epret, már sütött a kripton nap. Igen, úgyhogy muszáj egy kicsit a kertbe tenni-venni gyerekek. De egyébként kezd berobbanni a kertem, úgyhogy fú, nagyon durván néz ki. Virágzik a japán cseresznye, már úgy néz ki. Mi van? Hogy hangzik? Virágzik a japán cseresznye. Virágzik a japán cseresznye. Így van, és már érik az arab kuszkuszi. Igen. Csak a tüdet van. Igen. A tujáim nagyon nagyok, a japán cseresznyém nagyon, a tölgy elkezdte ledobni a maradék kis levelét, mert az utolsó pillanatban tölgy dobja. Milyen lesz az idei kaki gyümölcs termés? Gyerekek, még nem tudom, egy retek szép, a paradicsom alakul, úgyhogy... Az ananász burjánzik. A kukorica nő, a búza nem sokára. A naskolya pedig... Ilyen. A búzát nem sokára aratjuk, elő kell készítem a traktorokat, hogy a hátsó kertbe tudjunk aratni, úgyhogy alakul. De nem tényleg, szóval, hogy mindig ilyen május körül robban be a kert, de most már annyira meleg van, hogy március, konkrétan tegnap vizsgálgattam közelről a kis kertecskémet, és 3 fát rügyezésen kaptam, úgyhogy az már nagyon jót jelent. Mondom, a japán cseresznye és a brazililium, az már... A brazililium. Az már konkrétan kinyílt. És az ekvátori kakaó. Az utcákban végig nyitva vannak a japán cseresznyék. És cseresznye ünnepet is tartotok az utcában, mint a japok? Leülünk és gyönyörködünk, igen, egy zen meditáció keretein belül gyönyörködünk a cseresznye elvirágzásában, hogy milyen tökéletes és milyen gyönyörű. De előre mondod, hogy ráhívod a jardokat azokra a japokra, akik leülnek és ott piknikeznek majd a japán cseresznyéd alatt majd. Az igen, általában hopo-hopof járatokat szerveznek a lakásunk környékére és a kertünkben meg az utcákban. Tényleg nagyon sok van, ugye vagy fehér színű, vagy lila színű. Általában most, ami az utcán van, az lila színű, az már úgy berobbant, hogy az nagyon durva. Aranyesők kinyíltak, úgyhogy meg vagyunk. Aranyeső nincs a kertemben. Az, tök érdekes az, egyébként, hogy... Proli. Hát... miért lenne proli? Na most be akartam kezdeni egy kedves helyes családi történetben, de hogy egyébként kicsit kizökkentelem a hétköznapokból. Hallod? Miért lenne az? Ez gyönyörű. Aranyesőt nem nagyon ültetsz a kertedbe. Aranyeső közterületeken van, köztereken van, aranyesőt igen, nem... Meg lyukkában. A lyukkában így van, igen, csak ott van még Carlo Pederzoli, meg Terenci. Hogy, tehát, ha te beülteted a kertedet, és azt szépen akarod megcsinálni, akkor te nem teszel aranyesőt. Azt nem teszik nagyon kertbe. Azt kerten kívülre teszik, kerítés elé, vagy közterületek, utcákra. Miért tennék? Tessék? Miért ne tennél a kertedbe? Nem, szóljatok, ha láttok. Tehát ritkán van. Nem, ez olyan, mint a... Na. Mit tudom én, most nem tudok még egyet mondani, de ritkán van aranyeső kerten belül. Orgonát se látsz kerten belül, hát most nem hiszem, hogy nem értitek. Orgona sincs. Tehát orgonát se ültetsz nagyon. Van, ahol, persze, van, ahol van. Milyen de... retek proli kertek környékén? Nem. Mi vidékiek, tudod. Nálunk rendes cseresznyéfa van, amiről lehet szedni gyümölcsöt, tudod? Abban igazad van. Az orgonát se belülre ültet. Nem ültetsz be 3 fa orgonát a kertedbe, az is általában úgy hagyod, hogy túlnőjön a kertedbe, vagy kinőjön az utcára, vagy pedig az utcán közszereteken magától nő. Tehát nem egy igazi kerti növény van. A sima lila orgona, ahogy az aranyeső sem. Én a saromba... van kertekben, de ritkábban. Én a legfeljebb azért nem ültetnénk, mert bemásznának tavasszal is onnan szednénk, mert hogy ez egyébként mindenki úgy általában úgy szokott hozzáállni az aranyesőhöz meg az orgonához, hogy
az utcámából lehet törni, és akkor tavasszal lehet vinni a mit tudom én hova, mindenféle ilyen kis rendezvényekre, mert hogy tipikus ilyen jellegű növény, de én legfeljebb nem ültetném közel a kerítéshez, de a sarokba például szerintem tök ideális, hogy kert közepébe, szélébe, nem, de sarokba gyönyörű, meg az az illat, meg azok a színek. Tehát, hogy nem tudom, én azért ültetnék. Hát jó, te igen, persze, de hát. Vidéki proli, én már nem is tudom. Nem, persze, hogy ültetni. Inkább nem szólalom meg, hogy mi van a kertünkben. Nyilván nem japájúart ültetek meg, hogy hívják ott. Brazililiumot. Igen, hogy hívják ott, bogotai akár. Persze, hát de szerintem az jó. Az jó. Már nem. Egyébként. Igen. Én most, hogy jobban belegondolok. De ritkán van, hidd el nekem, hogy ritkán van. Nézzétek, sétáltok az utcán, tele van aranyos. Most, hogy belegondolok, hát igaz. Kertekben ritkában van. Nekik is magától nőtt a gané melle. Hát az jó táptalaj. Az jó táptalaj. Egyébként. A gyerek egyébként tegnap találta ki, ezzel nagyon meglepődtünk mind a ketten Mónival, mert nem tudjuk, hogy honnan szedi egyébként a sztorit, hogy ő mindenképpen el akar menni Japánba, és akkor majd ő szeretne egy ilyen cseresznyevirágzást átélni velük együtt, közösségi élményként. Jó ötlet. Hát, ja, hogy benneteket is vinni akar? Hát igen, mondta neki, hogy de akkor hogy hívják, most kezdj el rá persélyezni. Tehát én nem szállok be. Hallod, mert érted, jó, hogy ilyen álmaid vannak, de azért az költséges kis álló. Na mindegy. Hát, hármódokra repülőjegy. Hát persze, értem. Amikor ott van a sarokban az orgon a gané mellett, érted? Nézegesed azt. Hát mennyi, csináljátok azt, most a vazsinál virágzik, igen? Hogy vidd ki oda. Be tudnak menni a kertedbe, egy fél óráskát adsz Janiék? Hoppa-hoppa járat megy oda, mondom. És mondd azt a virágnak, hogy nem kell Japánba menni, elmegyünk ide a Balázsékhoz, bemegyünk egy fél órára a kertbe, csak leülhetsz a fűre, a pázsitra, nem egy fél órá, mennyi egy fél óra nálad cseresznyevirágot nézni? Teljesen ingyen van. Nem már! Teljesen ingyen lehet jönni. Csak mondom, meg kell állítani a hoppa-hoppa járatot. Leszálltok, jön a következő óránként, és akkor lehet nézni a cseresznyefát. Ja, az meg közigazgatási határon? Ja, még ezt külön kell fizetni, tehát oda nem is jó a bérletünk. Menjetek kocsival, talán ezt tudom javasolni. Igen. Annyira jó, annyira szeretem, hogy még egy kis provokálás, és jön, de, és absz, és már mindenki pötyögi az SMS-t, hogy de van aranyes, de van orgon, nagyon, nagyon bírom őket provokálni. Nagyon szeretem. Ki? Már Balázs tévedsz, Balázs, már megint hülyeséget beszélsz, köcsög, nem vagyok proli. Azonnal, bármit mondasz. Szóval, a 11. kerületben is van rakáskert, mint prolik vagytok. A lényeg, hogy ritkán van. De egyébként van, akinél aranyeső van, valakinél aranyvesző van, az sem mindegy. Az aranyvesző az gyakran meddő, igen. Az nem nő, igen. Csak az aranyeső. Tehát az aranyvesző, gyakran meddő? Gyakran meddő, igen, az aranyvesző. Az aranyeső és az aranyvesző, ez nagyon hasonló, de az aranyvesző az gyakran meddő. Na most, ha van egy másik aranyvesző mellette, akkor megveszőzik egymást, akkor már akkor meddő? Akkor elpopsizzák egymást. Aha. Most erről nem szoktam beszélni, vagy ritkábban, de komolyan érdekel a kertészkedés. Tehát, hogy egyszer szívesen végigvezetlek a kertet. Mert tudom az összes... szőrös anyajét, de hátamon. Tudom az összes fát, a kertész elmondja az összeset, úgyhogy nagyon szeretem. Most éppen az újabb, legújabb projektem a tuja meccés. Most meccőolót fogok venni, és tujákat fogok meccelni nem sokára. Ezeket de a szomszédének a tetejét? Meg mert... ilyesmiket akarsz? Vagy nem, úrló szarvas legyen semmi, belőle? Nem. A szomszéd és a tetejéből akar vágni, nem. Hogy ne nőjön. Egyszerűen a szomszéd magyarófáját akarom egy kicsit megmecceni, hogy ne nőjön. Nem, hanem van egy bizonyos tuja, ami tulajdonképpen, hát ha nem metszed, akkor csak fölfele nő, és aha, vékony lesz. De ha megmetszed szépen a tetejét, akkor elkezd szélesedni. Ugye hát ez minden tujára jellemző, hogy úgy nő, ahogy vágod. És akkor meg kell metszeni most ezeket a tujákat. Ő télen nem szabad, mert akkor megszállják őket mindenféle ilyen kis állatkák, meg ugye, hogy nyitva marad, és akkor az elfagy, és az ott már nem nő tovább. Mókusok ilyenek. Jó, hát igen, de nem érek. De most már lehet metszeni a tuját, úgyhogy ez a következő projekt. Uh-huh. Tujametszés. Nagyon megnyúltak, de viszont nem szélesednek. És úgy, a szélesítés a cél. Most szélesítés. Szélesítek egy kicsit. Ez a tavasz projektje, a szélesítés. Igen. És ez marha érdekes egyébként, hogy akár még egy ilyen kisebb oldalágból is, ami a lehető legcsenevészebb mondjuk az egészből, aha, hogyha arra kezdesz el koncentrálni, mondjuk kényszerűségből, mert a kutya lerágta a másik részét, ami egyébként nagyon egészséges és masszív volt, mint ahogy nálunk, akkor egy idő után az maga lesz a tuja. Így oldalt áll egy tuja? Igen, nekünk úgy lett egyébként, mert hogy a kutya kiskorában gyakorlatilag mindent megrágott a kertre, és ketté rágott egy tuját. És a szép, egészséges, vastag, középső, masszív hajtás az meghalt, és mellette volt egy kicsi, és arra kezdtünk el koncentrálni, nem vettük ki, nem gondoltuk azt, hogy ez el fog pusztulni, kicsire kezdtünk el koncentrálni, és mostanra már az is szép, nagy bogyas.
Ez jó szó? Nagyon jó szót használtál, igen. Trágya lesz? Szerves trágya? Milyen trágyát használtad? Hogy ne lenne, minden nap van, nem kevés. De nem tartalékolunk belőle. Te nagyon okos városi gyerek, írja valaki. A kukoricát még elsövettettük, még Márti érti a humort. Nagyon jó, gyerekek, tessék, legalább mindenki fölébred egy kicsit. Nem? Fölhúzza magad. Már hallgatja rád, és már fél címerezni is mehetünk a Balázsra. Tessék? Címerezni is mehetünk a gyerekkel? Csak hadd kérdezzem meg. Hát, azt még később. Két vagy három nyomásossal dolgozunk. Azt még később, még egyelőre, azzal még egy kicsit várni kell, de jöhettek majd, ha idényen ezt az aratásnak, akkor már jöhettek nyugodtan. Szóval, nagyon könnyen lehet mindenkit provokálni. Balázs gazda oktat, mondjuk ez jó duma. Tudjátok, ceproli köcsög vagy. Nálunk az aranyér is mindig virágzik. Jaj, de szeretem ezt, mikor berobbantom. Három mondattal berobbantom az SMS falat, és reggel fél hétkor már ha remegő kézzel isszák a kávéjukat, annyira idegesek. Ez nagyon bírom. Balázs, az bonszáj, csak elbukátok. Ne hagyjátok magatokat felültetni mindenféle nagyon viccesnek tűnő provokációval. Jó, ne hagyjátok magatokat. Mi lett a Pelével? Megverték, vagy kimentették? Majdnem elkapták. Tényleg? Képzeld el, az volt, hogy annyian voltak kint a tecsóban, hogy a gyerekekkel még fényképezkedett egy nagyobbat, meg nézők álmánnal összeborultak, és utána pedig megindult az érdeklődő tömeg, igen? És Pelét akarták, úgyhogy a biztonsági őrök betuszkolták egy fehér Wolf kocsiba, amit nem nagyon értek, hogy az hogy, és azzal menekültek 30-al. Fehér Golf kocsiba. Fehér Golf kocsiba. Rasszisták. Rasszisták. Fehér Golf kocsiba rakni Pelét, rohadt rasszisták. Ők is. A saját biztonsági őrei rasszisták, hogy fehér Golf kocsiba rakják. Hát kikérem magamnak, hogy miért nem feketébe rakják. Nem volt nekik. Ez a megfogalmazás, hogy fekete gyöncem, ezt hallgattam reggel, meg tegnap is, hogy benekíteni kellett a fekete gyöngyszemet. Hát ez mint valami... Hát ez már régi sztori. Tudom, csak így olyan fura ez így, hogy egy fekete gyöngyszem, mintha valami, nem tudom, gyémántrablásról lenne szó a Váci utcában, hogy ki kellett menekíteni a fekete gyöngyszem. De miért? Hát nem tudták, hogy sokan lesznek? Vagy nem, hát számítani lehetett, mert hogy iszonyatosan nagy sztár még mindig. Én megmondom őszintén, hogy megdöbbentem, amikor meghallottam a hírt. Azért ez elég pénzes sztori, tehát hogy Pelé gyakorlatilag a világon bárhova megy, de tényleg bárhova. Hát ez nem a magyar Tesco-hoz, ezt a nemzetközi láncolat, hát azért ott van pénz. Hogy érted? Tehát, hogy azért ez egy hihetetlen nagy sztár. De tök jó, hogy végre ez az áruházlánc arra is gondolt, hogy Magyarországon is van. Vagy boltok, jöjjön el ide is. De leértékelés volt a tetyóba, és akkor azt mondta, hogy leértékelés egyelő Pelé? Vagy tehát hogy? Valaki írja már meg, aki ott volt, hogy kapcsolódott? 30%-os leárazás az FNDF ruházati osztályon, és jött Pelé, aki az FNDF arca? Vagy tehát ez hogy kell elképzelni? Mit csinált itt? Vagy a Bri sajt most egy kicsit olcsóbb volt? Vagy mi? De tényleg, csak kérdezem, hogy mi volt? Tehát ez hogy kapcsolódik így össze? Egy hűségprogram keretében. Hűségprogram? Igen. Ja, értem, tehát hogyha van bizonyos, tehát egy hűségprogramot hirdetnek. Igen. Na, és jó, mert nem értettem, hogy egy hiperhez hogy kapcsolódik. Tehát a legkisebb is számít, itt van nektek Pelé, vagy tehát, érted, tehát hogy hol? Nem? Igen. Hogy milyen fura árukapcsolás, mert mitől elhozza az Adidas, vagy elhozza a Nike, vagy tehát egy olyan promóciós turnén van, az oké, de egy hiperhez nem tudtam elképzelni, hogy kapcsolódik a fekete gyöngyszem. Őt vették meg, ki legyen Pelé, jó, kifizetjük, hajrá. Tök jó. És akkor bevitték, ott volt, kimenekítették? Aha. De miért nem csináltak valami normálisan egy asztalt, egy kordont, és akkor a kord bemész a kordon, egy ember bemegy, többi vár, egy fotó elkészül, érted? Tehát ezt azért nem így szokták, hogy jön egy világsztár, és mindenkit oda engednek. Hát mikor voltál utoljára közönség találkozón, amikor például a könyved megjelent? Tehát emlékezz, hogy nem így van, az is, hogy vagy valahol, és akkor mit van egy kordon, ott áll két ember, és a Pelé áll a kordonon belül. Jön egy ember, csinál egy fotót, készfogás, vagy ül egy asztalnál, dedikál közös fotó, belép a következő. Tehát ez, hogy ráengednek százat, ezt egyébként sehol nem csinálják. Lehet, hogy nem engedték, hanem valamit elmérték. Fölborított. Igen, hogy annyira megőrült a nép, azért ezt ismerjük, ezt a dolgot. Elindultak, és ez olyan, mint amikor a Jani ajándékot hozta a kitelepülésen. Igen. Ez szétszedik. Igen, nagyon népszerűek az ajándékok. Hát jó, igazán, nem, most az mindegy. Hadd egy sapka! Én is erre célottam. Egér olyan, de most az mindegy, de megindul a tömeg, és akkor a tömeg feltartóztathatatlan. Vagy emlékezzetek vissza, amikor kint voltunk a Műjégen. Novemberben, vagy mikor volt? Ugye, egészen addig szépen sorba álltak az emberek, amíg már előző nap délutántól a -10 fokban, amíg ki nem nyitották reggel a kaput, ahogy a kaput kinyitották, akkor
elindult a tömeg, és jöttek, és ott már nem lehet mondani, hogy most te jössz, most meg te jössz. Nincs ilyen, tehát aki találja, az bejön, ennyi. Uh-huh. Zövaszeg ez volt tegnap is. A legjobbat tették, hogy elmenekítették egy száguldó golfkocsival. De nem lehet, hogy a konkurenciára boltan? Nem lehet, hogy az Oson elvitte? Ilyen nincs. Hogy két magát biztonsági őrnek álcázó... Milyen logó volt a golfkocsin? Két magát biztonsági őrnek álcázó Oson alkalmazott féltékeny lett a másik hiper. Nem tudom, mire fogták, és átvitték az Osamba. Ez nem lehet? Egy piros golfkocsi valójában. A fehér már dezinformáció. Igen, a fehér dezinformáció, átvitték az Osamba, azt ott még Pelét erőszakkal dedikáltatták egy 20 percet, hogy ha már náluk van, akkor már náluk is legyen. Nem? Na hát ez biztos nem. Pedig ez igazán jó felség lett volna, nem? Az osanosok elrabolják Pelét. Azon nagyon rögtem volna. Na mindegy. Valaki jelentkezzen már, aki ott volt tegnap az alagútban, a mentésnél. Hát, ha találunk egy ilyen hallgatót, hát ez a... Hát én nagyon sajnálom, mi nem voltam ott. Nekem hát ez most már tényleg a nonsens, hogy az alagúton keresztül kell távoznod a kettes metróból, te, mint utas, akinek egyébként ott napul a menetjegy, meg a havi bérlet a kezedben. Ezt úgy hívják, hogy alternatív kijárás. Jó, de tényleg nem már. Nem hát volt ez semmi. Ez most már őrületesen kellemetlen. Ezért, hogy van, kinyílik az ajtó ott a folyosón, lepasszírozod magad az ajtó és a folyosó közé, és elkezdesz kibotorkálni, vagy föl, vagy bemondják, hát hogy nyugodjanak meg, áramtalanítottuk a sineket, lépjenek rá nyugodtan, vagy ne lépjenek a sinekre, mert esetleg megrázza önöket, ez hogy van? Nem is tudsz kijönni a fronton. Nem, valami az... mellékfalon, vagy valami ilyen, valami bemondtak, van erre valami szaksz, hogy milyen ajtón, vagy milyen nyílású ajtón szedik ki őket. Van egy ilyen szervizjáratok, és akkor ott, illetve hát most ez melyik állomás volt végzett konkrétan? M2-es, nem tudom, hogy pontosan. Mert ugye a keleti. Na, a keleti. Aha. Hát ott nem tudom. Nagyon sok helyen vannak ugye a mélyebb szakaszokon ilyen légoltalmi nyílások, meg mit tudom én, akik ugye ezek OY-ként is funkcionálnak ezek a, na, de ezek gondolom, a metroállomások, és akkor lehet, hogy valamilyen ott ilyen mellékjáraton keresztül. Én még fizettem is volna érte, basszus. Veled sose történik ilyen. De meg van, hogy ott vagy mondjuk a gyerekeddel, vagy terhesen, vagy bármi, és nem tudod, hogy miért innen gyalog megyünk. Nem tudod, hogy tűz van-e, nem tudod, hogy most hogy mi a fene van. Lehet, hogy effektíve egyébként bemondják, de hogy sötétbe, 10 ember mögött, egy alagútba, botorkába kell kijutnod a metróból. Hát fogják ez, meg egymás vállát. Ez nagyon-nagyon balkán, ha belegondoltok, nem? Hát, szóval, balkán, hát ez a menekülési útvonal. Hát most érted, az a jó benne, hogy ki van találva, hogyha baj van a metróban, akkor te ki tudsz jönni. Érted? Most hogy van lehetőséged legalább, nem az van, hogy ott ültek 6 órán így keresztül, hanem volt nekik helyük. Ki jönni? Tudnak nagyon merre menekülni. Nézd a pozitív oldalát, nézd a dolognak. Van merre menekülni. Így van. De már kigyullad, már ég, már megáll, már áramtalanodik magától. Persze, bár, mit tudom én, mi történik. Hát nem lenne jobb. Na, hagyjuk a fenébe a kettest, aztán majd adjál, megyünk a négyessel. Nem? Igaz, hogy nem mindenki. Nem, igen. Érted? Ágyalagolni Kelenföldről az Őrsre azért. Figyelj, hát azért ez nem egy, most persze, valaki ezt úgy fogja föl, hogy ez egy örömteli pillanat, de jó, egy kis kalandát. Azért ez szerintem sokan stresszként érik meg. Tehát ez nem mindenkinek olyan megnyugtató, hogy de jó, most kimehetek, jaj, de jó, ott, hogy a gyerekkel botorkálsz az alagútban, nem tudod, mi van, merre mész, megráz, nem ráz, füst van, nem, nincs füst, tűz van. Ez biztos, hogy ilyenkor áramtalanítják, tehát hogy azt nem hiszem, hogy ott bárkit is megráznak, tehát ilyen áramütés veszély, ez biztos, hogy nem áll fenn. Tehát amikor kiengedik őket a metró szerelvényekből, ott nem lehet már áram. Hát, hogy ott szerintem az a legalapvetőbb. Na, de ki kapcsolja ki? Ha, a sofőr? Hát, szerintem a sofőr beszól a központba, és akkor ott áramtalanítanak. Na, mindegy, kemény. Hát, ha találunk egy hallgatót, aki tud jelentkezni, vagy aki ott volt esetleg, aki el tudja mondani, hogy mi volt, érdekel ez a dolog, mert hogy holnap én is metrózni megyek, csak azért... Te az új szakaszra mész. Hát, nehogy aztán, ha bár ki tudja már, hogy elég régen tömegközlekedtél, lehet, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, lefotózom magam itt a Kőbánya Kispest tábla mellett. Érted, ne arra a szakaszra menj. Nem lesz gond, hidd el. Csak azt gondolkozom, hogy mi van majd, ha vezető nélkül lesz, és ott fogunk állni hülyén, akkor ki mondja meg, hogy mit kell csinálni. Mert most a sofőr beszólt, hogy uraim, jöjjenek, üzemzavar, tessék, bal oldalon van a leszállás, nyitjuk az ajtót, indulás a fény felé, a keleti pályaudvaron, indulunk a fény felé, nem arra a másik irányba. Tényleg, mi van, ha én ott eltűnök? Mi van, ha én ott a másik irányba indulok? Mert én megijedek és elrohanok, és ott mondjuk elcsap egy metró, vagy megráz az áram, akkor mi van? Hát akkor Blahán jössz föl, hát, mi lenne? Hát most... Ha te tűnsz el, akkor címlap.
Értem. Ha nem, akkor csak második oldal. De valaki ott fényt kap és elindul a másik irányba. Semmi, elmegy a Blaháig, följön, vagy mi van ott, mi a következő másik. De honnan tudják, hogy eltűnt? Ugyanis nincs utaslista. Tehát én tegnap fönt vagyok ezen a metron, és én a másik irányba indulok, akkor lehet, hogy még mindig ott botorkálok valahol, érted? Nem olyan hosszú az a metróvonal. Nem találok valami szervizjáratot, elindulok, keresztbe megyek, hát az ki tudja. Figyelj, nem? Csak arra vigyázz, hogy a szemből jön két lámpa, az nem két utasokét a keresésedre küldtek. Jó, figyelj, oda néz, jössz be, és ketten vannak. Kemény ez, gyerekek, kemény ez. Na mindegy, holnap megyek, aztán beszámolok. Felfedezem, birtokba veszem. Jó. Izgulunk. A metrót. Átadom magamnak. De az összes állomásnál száj jelen néző körül csiajfotókat, egyel se kevesebbet, minden állomásról hozzá képen. Abba biztos lehetsz. Hideg élelmet, csomagoljatok neki, Viki. Az összeset végig szelfizem. Mindegyiket. Mindegyiket. Elindulok az egyik végállomásnál, lerakjuk az autót, végigmegyünk, és már jövünk vissza az autóhoz. Nyakad basz, mena. Japán turistára kárcsázom magam. Igen. Ventilátorral. Jól van. Az orgonabokrok tulajdonosainak és az aranyeső tulajdonosainak mondom, ne húzzátok fel. Aranyág, nem? Aranyeső, aranyvesző, aranyág. Nem, az egy alapítvány. Ahogy akarod, csak nyugalom. Jó? Fél hét van pontosan, illetve már el is volt 3 perccel, Óven bácsinál és Beru néninél visszaadhattok minden felgyülemlet reggeli frusztrációt. El lehet popsizni bármelyikünket, ha szeretnétek. 2. Az 1 óra múlva lesz majd. De az mi a fekete fehér? Nem, az Óven bácsi, 2, amit mondtál. És már szóltál előre, de lehet, hát igen, gyerek, ennyi. Hát ez nem egy kötözködtem, ilyen. Csak mondtam. Előttünk van, még nem mögöttünk. Nem? Tudod, mennyi dolgunk van ma? 2-1-re vezetnek? Igen. Bele kell húznunk, jó? Úgyhogy valaki jelentkezzen játékra, ha szeretne, mi pedig jövünk a hírek után. 7 perc van pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 2-1-re vezetek a hallgatóink, a játék van, és megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Hello, Fruzsina, hello. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Fruzsi. Mi újság? Hát éppen gyomortükrözésre megyek. Ó, szuper napod lesz. De jó neked. Új, de király. Egy jó kis gyomortükrözés. Igen, gondoltam, hogy egy kis morning show ajándékcsomag így segítene a izgulást leküzdeni. Igen. Altatásban csinálják, vagy bódításban, vagy rendesen megcsinálják? Hát nem tudom, nagyon sokat utána olvastam. Igazából, hogyha bódításban csinálják, akkor ugye elvileg az a nap elment, mert ugye aludni kell utána, viszont nekem be kéne mennem dolgozni, úgyhogy hát nem tudom. Figyelj, szerintem nem. 10 perc dráma, de túlélhető, vagy pedig bódítás, akkor viszont utána nem engednek haza, csak délután. Igen, ezt kell eldönteni. De túlélhető. Miért, neked már volt? Nem, nekem, a Bikinek már volt, csinálták. Volt. Tulajdonképpen le kell nyelni egy csövet, és akkor ott... De a Balázs is szeretné, igen. Egyébként. Igen, gondolom, akar szolidarítani. Igen. Biopsziát is csinálnak? Vagy csak... Igen. Ajjaj, na az a szexi. Aha. Nem, már szegény, tehát most nem, hát csak kérdezem, figyelj, felkészítem. Hát, amúgy is izgulok duplán egyrészt. Figyelj, kellemetlen. Tehát nem erős fizikai fájdalom, ez inkább egy kellemetlen dolog, de túlélhető. Igen, már felkészítettek rá. Na, de nincs komoly baj, hogy tükrözni kell. Hát ilyen 2 hónapja ilyen kiütéseim vannak, meg reflux gyanú, és nem tudják, hogy mit állítólag a kettő összefügg, a gyomor meg a kiütés, de már 4 orvos megjártam, úgyhogy ötöt már nem tudom számolni, hogy hol voltam, úgyhogy mondták, hogy ezt nem fogom megúszni. Lehet, hogy akkor ott meg tudják állapítani, igen, hogy milyen érzékenységed van, vagy van-e bármi. Igen. Na jó, megnézzük, hát ha játékkal egy kicsit el tudjuk venni ennek az életet, ennek a napnak. Kivel szeretné játszani? Janival. Jani, okos választás. Nagyon jó. Okos. Jó. Okos. Janival. Igen. Látom, főleg, a Jani. Hogyha nyerek, akkor meg miénk a hit. Hát akkor úgy mehetsz tükrözésre, hogy közben mondogathatod az orvosnak, milyen a hét. Bajnok vagyok. Éjjöttem. Meg kicsit állna a biúgat. Mindenki azt mondja, hogy élőben milyen nehéz, hát kíváncsi vagyok. Sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb. Fejben azért lejátszó az ember. Sokkal könnyebb, mint a gyomor tükrözi. Fejben tudod, sokkal könnyebb minden megcsinálni élőben. De fejben dől el minden. Ha te eldöntötted, hogy ez most megnyered, akkor meg tudod nyerni.
Igen, nagyon fáni fognak, de ez az első SMS, amivel jelentkeztem erre a játékra. Na, jó van, ne utál. Én már megutáltattam magam reggel, hogy orgonát nem ültetünk kertbe, most te is kiúzod a gyufát, figyelj itt. Igen, minden... de az aranyeső nekünk is a kert közepén van, az egyik, a másik kerítésnél. Gondoltam, azért elmondom. El kell beszélgetni majd, ha túl vagy a tükrözésen erről. Jól van, mehetünk? Persze. Na jó van, akkor 3-2-1 és tessék. Jaj! Szia, Jani! Szeretnél szia. Kérdezni? Kérdezz nyugodtan. Voltál már gyomortükrözésen? Soha. És te? Ez az első? Ez az első, igen. Ez az első. Remélhet... Szerencsére ez az első, igen. Ezt... Nem, azt mondtam, hogy szerencsére ez az első. Igen. És igen. Még azt hozzáadottam. Mondtam egy igen. Mondtam egy igen. Ez így szokott lenni, hogy az ember észre sem veszi. Én a múltkor mondtam kettőt egymás után, azt se vettem. És még mi se vettük. Azt mondjuk én se vettem észre, pedig hallottam. Szép vagy, Jani! Ezzel 2-2-re zárkoztunk. 2-2-re zárkoztunk. Szorosabbá tettük. Igen. Kinyírni egy hát gyomor tükrözésre menő lány. Hát nem egy tükrözéses fruzsinára, komolyan, Jani. Ja, egyébként igen, azt hittem, hogy szolidarítani fog a Jani. Vagy hogy az egész tükrözés kamu, csak nyerni akartál, és bedobtad ezt az egészet, hogy megcsináljuk. Sajnos nem, az lenne a legjobb. Hánykor csinálják? Hát most egy ismerősömmel találkozom, mert ő intézte, elvileg 7-kor, de leszálltam a metróról, úgyhogy nem érek oda. Leszállítottak. Leszállítottak a metróról. Igen, önszántatból szálltál le, vagy szóltak, hogy szálljál le, és nagyon szóltak, sötét van körülötted. Hogy csinulj a fény felé. Nem, az annak volt, hogy szálljak le, mert zaj lesz. Aha. Na jó, akkor pattan vissza a metróra, és akkor megyek, hajrá. Igen. Jó? Kitartás. Jó, írjál SMS-t, ha túl vagy rajta. Jó, köszi. Jó? Ciao. Szia. 2-2-re hoztuk. Jó, Jani! Így van. Meteget, gyereket, gyertek. Jani legyőz bennetek. Holnap akkor? Kellett. Holnap. Kettőt buktam, most ezt hoztam. Már szó. Mi történt? Kategória. Visszaütél a lóra. Egyébként igen. Félfenék. Nem, az egyik lábam a kengyelben van, inkább így fogalmaznék. Igen, de már visszaütél. Azonnal jön az SMS, nem mondta ki. Tényleg mi van a mi hallgatóinkkal? Mi ez az ellenségeskedés? Mi ez a szörnyű, maró gúny, és nem is tudom micsoda, amit írnak. Ez a fajta akarnak. Ellenséges hangvétel. Hát most tényleg azt gondolom, hogy behazudjuk. Hát nem hazudjuk be. Bejátszuk 2 óra után. Nem ellenséges, csak szerkeszti a műsort. Igen, na, nagy megmondó. Így van. Nagy megmondó, igen, bejátszuk, jó? 1 perc van pontosan, 7 óra, jönnek újra a hírek, aztán itt vagyunk mi. 7 óra, múlt 14 perccel, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk, hello Jani, hello Feri, hello. Hát, sziasztok! Drága hallgatók, hello, mindenkinek itt vagyunk, és itt vagyunk, igen. Nem tudom, mit akartam mondani. És itt van a felvétel is egyébként, a Fekete-Fehér Igenemből, hogy meggyőzzük azokat a keveseket most ebben az esetben. Jó, figyeljetek, csináljuk azt szerintem, hogy utolsó, jó? De tényleg kicsit ezt kezdem unni. Megmondom azt is, hogy miért. Majd én elmondom. Hát te tudod elmondani, ugye, hogy te miért unod meg. Igen, nem kell, hogy elmondjátok. Majd én ezt intézem. De mindig mentegetőzünk, meg mindig számon vagyunk kérve, meg mindig meg vagyunk vádolva. Ezt nem akarom így tovább csinálni. Tehát vagy van bizalma a hallgatóknak felénk, és elhiszik, hogy nem akarunk senkit se átvágni, meg senkit sem, mit tudom, lehúzni egy ajándékcsomaggal, vagy nincs. De veszekedni minden egyes rosszul ébredt, frusztrált, az életét unó egyébként, és az életét gyűlölő a hallgatóval, aki egyébként, ha valaki normális erejére, azzal nincs baj, de valaki tényleg elkezd köcsögözni, meg hazudozni, meg elkapcsolok, meg más hallgatok, meg ügyem, meg csaltok, meg ajánlok, abban masszív rossz indulat van. Azoknak pedig nem kell, hogy mi megmagyarázzuk azt, hogy mi most mit hallottunk, vagy nem hallottunk, nem? Ha a játékos kérésű nem hallotta, akkor természetesen megmutatjuk majd a Sólyom Challenge segítségével, de ez a SMS-ben 4-en leírják most, hogy akkor rohagyjatok meg, és akkor egyébként is csaltok, és anyátok. Ezeknek nem vagyok hajlandó tovább magyarázkodni. Mert nem kell szerintem, nem? Így. Ez is most Fruzsinak szól elsősorban. Fruzsinak szól, igen, de szerintem Fruzsi csak izgatott volt, és azért nem hallotta, de utoljára mutatjuk meg akkor, hogy milyen az, amikor valaki kimondja annak ellenére, hogy sok hallgató nem hiszi el, aztán utána majd, ha tényleg mi nem vettük észre esetleg, akkor visszahallgatjuk a saját magunk megnyugtatása véget, de többet hallgató miatt ezt nem. Jó? Egyetértetek ezzel? Igen. Egyetértetek ezzel. Na megmutatjuk, hol volt ez igen jó. Aki esetleg írta azokat az SMS-eket, vagy olyan hangvétel, most hangosítsa fel a rádiót, jó? És te? Szerencsére ez az első, igen. Ugye? Ezt mondta. Ennyi. Kész. Nincs vita benne. Nincs nagyon min vitatkozni. Úgyhogy... persze, nem fogjuk rá senkire.
aki most nem mondta ki, hogy kimondta csak az, hogy 2-2 legyen, akkor inkább elveszítjük. Elveszítjük a hetet. Na, nézzük a közlekedési híreket. A MÁV ma reggel úgy döntött, hogy a 60 Budapest szakaszon két kocsi helyett csak egyet indít, mint a heringek, már aki felfért, a budapesti megállókban már senki nem tudott felszállni. Vajon milyen megfontolásból? Könnyebb úgy húzni a vonatnak a kocsit, ha csak egy van. Tehát ugye ez egy takarékoskodás a MÁV részéről. Szarduma, mi? Hát nem, csak próbálkoztam. Játsszuk el, hogy te vagy a MÁV szó, tessék, két kocsit sokkal nehezebb húzni, mint egyet, még akkor is, ha az jobban tele van, mint a másik. Tehát a magának az üres kocsinak a tömege, ami hiányzik, az ugye nincs, ezért aztán takarékosabban tudjuk húzni a szerelvényeket, és így aztán a megmaradt pénzt az utas közönség teljes elégedettségére, a pályafelújítási munkálatokra fogjuk fordítani. Igen. Aha, fő vagyok véve. Föl, abszolút, abszolút jó. Illetve még egy dologgal mindenképpen kiegészíteném a kedves kollégát, hogy természetesen ezzel azt is el tudjuk érni, hogy fel annyi vonatunk fog késni. Igen. Na. Jó, megvan. Látod? Abszolút, abszolút, abszolút jók vagytok. M0-ás Magdódi felüljárón két autó koccanás, torlódás várható, ezt Tamás küldte nekünk. Derecskéről Berettyóújfalú felé mérik a gyorshajtókat, ezt Jamal írta. Budaörsi úton a reptér után két csoport gyűjtöget, a fecskék és a szurikáták, mindenki döntse el, kinek adakozik. Gondolkodóba este mire István, de szép kis megfogalmazás volt ez, István nagyon jókat ír. A 67-es úton mérnek egy kis buszból, Somogy túrnál az M7-es felé, bocs az ékezet miatt, Viktor a főnök küldte ezt nekünk. Balázs csak magasságában mérnek Pest felé az M5-ösön, és az M3-as határ felé vezető oldalán a 90-es kilométernél kamion és egy pick-up most ment össze, a belső sávban áll az egyik, ráadásul a szarakkorláton alkatrészek vannak szerte szét, úgyhogy mindenki vigyázzon. A 14 éves fiam majd megszakadt a nevetéstől a biopszia után. Na, hát az jó. Akkor lehet, hogy valami ilyen bódító gázt kapott, és akkor attól, nem? Vagy csak önmagában a biopsziától? Lehet, hogy vicces. Hogy meg tükrözték a gyomrát? Igen, mert ha neki tetszett, de azt az elkezdődik a következő szülinapon, hogy ezért is mit szeretnék, de biopszia. Itt, hogy jó, apa, vigyél el még egyszer. Igen. Na sajnos nem jelentkezett hallgatónk egyelőre, úgy látszik, hogy nem volt ott olyan ember, aki minket hallgat. Ugye tegnap a metróból való kimentés. Hát vagy nem értek még föl. Vagy még mindig az alagútban vannak, igen, továbbra is áll az alkú, vagy az ajánlat, hogyha valaki ott volt tegnap a metrón, akkor csak röpke beszámoló erejéig, mondja már, hogy egy ilyen kimenekítés, az alagúton keresztül való botorkálás, uraim, menjenek a fény felé, ott várja önöket a keleti pályaudvar történet, ez hogy zajlik? Ebben nem volt részünk, de hát erre budapesti utasként lassan mindenkinek fel kell készülni, hogy bárhol elfüstölhet a metró alatta, hogy ez hogy néz ki? A kettesen. A kettesen, hát azért a hármassal is van bőven baj. Igen. De tegnap a kettesen történt. A kettes szokott lenni szerintem ebből a szempontból az érintettebb szakasz. Egyébként Zsültől nagyon sok információt megtudtunk az eseményről, nem erről a konkrét eseményről, csak arról, hogy mi szokott ilyenkor történni, mert hogy kiderült róla, hogy egyébként ott dolgozott elég sokáig. Igen, mi? Sokat tud róla, én ezt nem tudom neked megmondani, mert ez az egyetlen dolog, amit nem árult el, de ott dolgozott. Azt mondja, hogy csak egy irányba lehet menni, a végén leraknak, az utolsó kocsinak a végén kinyitják az ajtót, és leraknak egy kis létrát, természetesen áramtalanítják akkor a sineket, csak egy irányba lehet elmenni, és a két állomás között nincsenek szervízalagutak, hanem csak úgynevezett ilyen légóklotyók. Tehát itt be tudsz állni egy ilyen résbe? Ez a konkrétan vécék. Minek? Azért, hogyha légóklotyónak, mert hogy... amikor esetleg ott lent tartózkodnak, mert mit tudom, légi támadás éri Budapestet, ne legyen így soha ebben az életben, a következőben sem, de akkor ott tudják elvégezni a dolgokat egyébként, meg nincsenek szervízalagutak. Aha. Tehát csak a sineken tudnak gyalogolni, de csak egy irányba, és nem tévedhetnek el. Uh-huh. Akkor el kell menni a következő állomásig, és akkor csak menni, igen, végig a sárga úton. Dorotival. Azért az első, aki sínre lép, menjen uram, nyugodtan áramtanítjuk. Uh-huh. És tudod, te vagy az első, és így állsz mögötted 50 utas, és így lenézel, visszanézel, megint lenézel, uram, higgyen nekünk, épp most halt meg a metró, tudod, alattunk. Várjon, pap vagyok! Lépjen le, nyugodtan, már áramtalanítottuk. Hát azért ott még föltesz áramkérdést. Na lépjen. Idősek. Hölgyek. Előre bárki, aki akar menni. Nem? Hát ott azért, érted? Éppen most füstöltem, mert hidd el, hogy áramtanították a sinyen. Hát ott jót szólt a központba, kicsit ott reggel rosszul ébredt, összeveszett asszonykájával, forró volt a kávé, elnyom egy gombot. Nem? Szóval azért nem egy egyszerű dolog lelépni a sínre, hogy higgy el, uram.
áramtalanítva van, menjenek nyugodtan, semmi bajuk nem esett, és éppen szállsz ki a metróból. Nem, mert biztos, hogy van erre az esetőségre minden egyes metró vezetőnél egy fázismérő. Persze, és lehajol. Van menne. Uram, ön nagyon beteg, igen, gyógyíthatatlan, akkor menjen előre. Igen. Ú, de kemény. Igen. Mit mond az ez első ember, akit leengednek tőlem, ez tipikus utolsó mondat. Az ott nem egy szikra? Biztos, hogy áramtalanítva van? Az utolsó mondatok, tudod, a BKK. Ott hogy van a két sín, és középen van egy ilyen áramszedő. Ezt én sose tudtam, nekem ezt hatféleképpen magyarázzák mindig, hogy mikor ráz a sín. Ha egyedül állsz rá, egy sínre, az nem. Ha terpeszbe rász, a két sínre, az igen. Ha középen állsz, az. Ha középen és az egyik sínnel zárod. Én már annyi mindent hallottam, de én ezt nem tudom. De miért nincs rajta a menetjegye meg a BKV bérlete hátul? Mert életidegen a szituáció azért. Hogy rász a két sínre? Azért nem érdekelt ez a dolog, mert nem tervezem, hogy beessek a sínek közé. Na jó, de ha mégis... megállt a metró. Hát éppen most szedtek ki. Miért nem írják rá a BKV jegyre és a BKV bérletre, hogy ha és amennyiben ez eset előfordul, ne zárja rövidre saját magát, ne álljon két lábbal a két sínen egyszerre. Tisztelt utazol! Kedves Jean-Claude Van Damme, kérjük, hogy ne angol spárgázzon a két sín között, mert hogy egyébként megrázhatja az áram. Hát, az baj, hogy egy picit szerintem ez egy ilyen rossz omen lenne, nem? Tehát, hogy így rajta van egy jegyen, megfordított egy jegyen, és az összes különböző halálok, ami elérhet. De most igen. A repülőn is van nem tájékoztatás. Hát, felszállás előtt a kabinok elhagyására önöknek 8 lehetőség nyílik. Ott miért nincs? A metróban ez miért? Figyelj nincs? Fel, én annyira örülök neki, hogy 4 óra alatt eljutok optimális esetben a határútól a Deák térig. Én nem akarom végignézni még egy ilyen oktatást is minden egyes alkalommal, amikor felszállok a metróra, egyébként naponta 4-szer. Na nem csak legyen kint valami tacepaó, hogy így ne lép rá. Ha gyalog kell elhagynia a metrószerelményt odalent, akkor ön csak ide lépjen. Puff, kész. Egy ilyen rajz, tudod, áthúzva. Áll egy ember egy terpezben a két sínnel, és egy ilyen villám van a fején, és gyátra húzva. Hogy az nem jó. Hát most ott megyek majd, érted, holnap, hát most nyilván a négyesen ez nem történik meg, bár ugye próbaüzem van, bár az minden országban van, tegyük hozzá, hogy ez egy teljesen természetes dolog, hogy fél évig ezt ugye próbaüzemnek hívják, nem azért, mert valami rossz, hanem mert tényleg csak ezután lehet ugye teljes mértékben átadni a dolgot. De hát most tényleg, mi ráz? Ott a középső áramfelvevő, az ráz? Igen, a sín az tulajdonképpen szerintem nem ráz, hanem középen van. Valószínűleg, igen, a sínben nincs áram, hanem középen visz valami. Egy ilyen vastag fém igen. Cucc van, és azon van rajta az áramszedője a kocsinak. És ha arra lépek plusz egy sínre, akkor veszem föl az ipari áramot? Vagy csak a közepére lelépjek. Szerintem csak a közepére. De ha már az egyik előbb rálépsz bal lábbal a sínre, de a sínben nincs. De utána lépsz át a középsőre. Akkor felfázol Feri, de nem figyelj, nem, abban nincs. Tehát a sínben nem lehet. Magad a sínnel, és úgy lépsz a középső áramszedőre, az jó. Hát, fia, nem egészséges. Szerintem egyébként kétszerek között kimehetnél már, basszus, ha ennyire érdekel. Állj már rá a Deákon. Nem is kell addig gyalogon, miért megyen a Deák? Gyerekek, humorizálunk, persze, meg a BKK is mondja, hogy nem történt semmi, kimenekítettük az utasokat, de én akkor is azt mondom, basszus, ott 70 éves vagy, kicsit szívgyenge, kicsit ott a gyereked, nem tudom, botorkászott egy sötét alagútba, hát azért minimum 1 éves BKV bérlet ingyen. Ezt most tök komolyan mondom. Mi a jóváírás? Van jóváírás? Á. Visszakapom én azt a 260 forintot? Kaptak ásványvizet, meg üdítőt, amikor felértek. Igen, meg sonkás szendvicset, igen. Miért nem mondják azt, hogy akkor 1 éves BKV bérlet természetesen? Érted? Mi van, ott valaki megmúrdál? Mi van, ha valaki annyira ideges lesz, vagy megijed? Tehát, hogy nekünk ez egy jó móka, persze. Leszállunk, ezen most elnevetgélünk. De egy pillanatra komolyra fordítjuk, azért ez nem egy megszokott dolog, hogy utasok botorkálnak egy sötét alagútban. Érted? Mindenhol van ilyen. Oké. Okay. 3 évente egyszer, 2 évente egyszer. A sűrűséget kell megnézni, hogy hányszor füstölt el. Mi van, ott valaki egyszer csak elvágódik? Érted? Mert ennek ez egy olyan stressz, vagy egy olyan élmény, egy akkora, nem tudom, sok hatás, hogy ő azt mondja, hogy köszönöm, nem. És ott finoman lefűz. Nem? Uh-huh. Ugye? Szóval, hogy azért ez nagyon kemény ez a helyzet szerintem. Persze, nekünk ez egyfajta kaland lenne. De hát ott utaznak gyerekek, utaznak idősek, hát nem mindenki úgy reagál, hogy jaj, de jó móka. És vaksötétben mész ki például az állomásig? Én nem hiszem, hogy ott fölkapcsolnak valami központi elosztót. Ilyen vészvilágítás biztos, hogy van bent az alagútban. Aha. Igen. Vagy ilyesmi, tehát hogy azok szerintem függetlenek. Eljutott a hír, hogy róla beszéltünk egy negyed órája. Lényeg az, hogy... Mutatkozz belőle, és köszönjük a hallgatókat. Zsül vagyok. Sziasztok, igen, én vagyok Zsül. Szóval a metróban egyébként, hogyha lekapcsolják az áramot, akkor automatikusan felkapcsolódik egy ilyen... LED sor. Nem LED sor, hanem lámpák.
ami bevilágítja az alagút szakaszait. Aha. Ahol aha. le van kapcsolva az áram. Látsz. Tehát, de repülőn ilyen zöld nyilak jelennek meg, hogy emergency exit, és akkor arra tudsz menni. Igen, aha. És ha mindenki elnéz az állomás végébe, ott van egy kék, és egy kék, két kék lámpa. Aha, és mi van, kanyar van az alagútban? Nem. Nem, minden ez állomás az állomás. Egyenes? Tehát a peronon. Ja, peronon. A peron végén jelzi, ott jelzi azt, hogy be van kapcsolva az áram, akkor kéken világít, ha fehéren világít, akkor le van kapcsolva. De te mi vagy, egy metrókezelő? Vagy nem, egy... én dolgoztam a metróban. Hogy tudod ezt ennyire, ennyire jól? És akkor mi van, ha fehér? Ha fehér, akkor nincs áram a akkor sínbe. Így aha, van. Akkor lehet van. Menni, oké. Okay. És miért van belőle kettő biztonsági? Nem, az egyik a peron szakasznál lévő áram bekapcsolást jelöli, aha. a másik meg a, az na, de ha én az állomáson vagyok, nekem miért fontos, hogy van áram a simát, akkor fölfele menekülök a mozgólépcsőm, nem ugrok be az alagútba, és kezdek el futni az alagútba. Tehát nekem, ha én állomáson állok, és látom, hogy fehér a lámpa, nekem az tök mindegy. Na jó, de akkor nem jön a metró. Nem, tudod. Akkor nem vársz tovább, akkor fölmész és mész gyalog. Ja, hogy szemaforjeleket kell ismernem utasként, hogy mi mit kell mindenki, hogy kedves utasunk, nem jár a metró, ha a fehéren világít, ha kettőt villog, ha sárga világít, ha sárga és a fehér világít egyszerre, ha piros és a kék világít. Én nem tudtam, hogy ezek ilyen... Biztos, hogy bemondják. De nyilván, persze. És olyan volt a praxisod alatt, hogy mondjuk elfogyott a kék izzó, és csak fehérrel lehetett pótolni? Nem, mi cseréltük az izzókat. Azokat. Van, amikor kék, persze. Kék vagy olyan. A fehér vagy. De mindegy, valamit beletesz. Világítson az a fehér. És mi van abban az esetben, ha rász az egyik sínre, van áram abban az áramvívőben. Biztos kipróbáltatok, ki bohém srácok. Egyik lábad a sínen, a másik az áramszerűn. Hát akkor kellemetlen. Az nem jó. Tehát nem. Ez se jó. Mikor zár rövidre? Tehát mikor van baj? Hát amikor rálsz az áramvezető sínre, igen? És rálsz a magára a kerék. Aha, tehát a sima sínre. Na ezt mondtam, tudtam én, hogy akkor valahogy így vagy az áramszedő és valamelyik sín. Igen. Ha csak az áramszedőn megyek, akkor semmi bajom nincs. Hát akkor ugye nem. Aha. Nem, az a lényeg, hogy zárt áramköt kell. Na ezt mondom, hogy valahogy rövid, igen, tehát be kell zárnod a kört. Ha nem zárod be a kört, akkor nincs baj. Melyik a peronhoz közelebbi, vagy a távolabbi? Mert csak hogyha valaki esetleg belök, vagy beesek, akkor hogy szökeljek? Ez úgy van, hogy van a sín, és az általában a peron alatt van a harmadik sín. Oda nem szabad hozzá. Minél távolabb, tehát a szembe lévő sínre a esel, semmi bajod. Erről csak beszélni is elég dermesztő, igen. Nem? Kézzünk, ott botorkázt az alagútban. 825 egyenáram, ami sokkal veszélyesebb, mint a váltakozó áram. 825 volt? Volt, bizony. Bizonyám, az nem mindegy. Azért az megcsap. Itt van Ildikó, aki forgalom diszpécser volt. Hello Ildi, jó reggelt! Szervusztok, jó reggel, szép napot nektek! Te forgalomdiszpécser voltál, vagy vagy a metrónál? Nem, már voltam, sok évvel ezelőtt eljöttem, csak itt hallottam a irányokat, hogy miket mondtok, és azért próbáltam segíteni, de itt hallom, hogy a volt kollégám, vagy kollégám. Hát a kollega már itt van, hát ő már tudja ezt, hogy... Bohócokkal mi nem dolgozunk, csak profikkal. Figyelj, bárki nem szólhat meg nálunk adásban. Na, de hát ez akkor a hír így igaz, hogy van egy ominózus harmadik sín, ami a tulajdonképpen a gumiszonyag alatti részen van, tehát ez nem a futósín, ami a metró szerelmény megy, erről a metró papucsal szedi fel az áramot, tehát ugye itt gyakorlatilag a rövidlezárás így történik meg. Hát ha a delikvens úgy lép rá, hogy a harmadik sírre és a futósínre, akkor sikerül neki rövidre zárnia. A sírre és a futósínre? Tehát hát az a rövidre zárás? Így van, aha. Így van, és ez tényleg 825 volt egyenáram, ami csúnyán éget. Tehát ez süt, ez nem ráz. Az nem biztos, hogy szerencsés. Érdemes az a későbbi azonosítás véget a személyigazolványt kint hagyni a peronon, amikor az ember... Igen, figyelj, és ilyenkor, amikor alagútba terelés van, akkor mi van? Mi történik? Tehát megmondják, hogy szállj le a metróról, és mondjuk van egy kilométered, amit egy ilyen halványpislákoló futófénél ellátott. Nem, van az alagútban úgynevezett üzemszüneti világítás. Aha. Ami azt jelenti, hogy amit itt az előbb ragoztatok, hogy van ez a kék és fehér fény, hogy abban a pillanatban, hogyha feszültségmentes a pálya, ennek ez a szakkifejezése, akkor az alagút világítás felgyullad. Tehát nem olyan sötétség van, mint úgy egyébként. És hát van a két munkasín között, amin a metró szerelmény, van egy ominózus életmentő árok. Ez egy elég széles, tehát ebben azért úgy lehet sétálni, tehát ez egy keskeny kis út. A kocsik végén lévő ajtókat ugye kinyitják, az első kocsihoz elmennek előre az utasok. Szakember, hátul szakember, tehát kivezetik a kedves utasokat. Aha, tehát mint egy ilyen jó idegenvezető föltartja az esernyőt, és azt mondja, hogy piros csoport, akkor... Igen, ha pöccsös, igen. Irány a metró látogatás, igen. Találkozunk a keleti pályaudvarnál, és akkor egy ilyen turnusba kivisznek. Hát mondjuk igen, ez most jó, erre ráhibáztam, mondjuk a legdrasztikusabb, mondjuk ez egy keleti névstadion közötti, ugye az a leghosszabb szakasz, mondjuk azért ezt ugye elég végig sétálni. Az egy keleti névstadion, az finom, tehát ez még igen. Autóval is. Autóval igen. Is. Ott már előkerülnek a mozgalmi dalok is a végén.
vége felé, hogy múljon az idő. Ez igen, az metrobusi 2.15-es. És valaki nem bírja a sétát, amikor ülett egy 70 éves nének, aki viszik a vállukon? Vagy ilyenkor hogy van? Gólya viszi a fiát. Gólya viszi a fiát. Vagy az utasok felváltva viszik a lényét. Igen, gondolom lesz ott egy-két ilyen bodybuildinges, és akkor segítenek. Tehát ugye a motorkocsi vezető, aki rajta van, a forgalmi szolgálat, tehát ugye gyakorlatilag egy-két ember van, aki segít, és így van, hogy vannak ilyen kis lépcsők kialakítva, amit pillanatok alatt oda tesznek a peronhoz, amin ki lehet menni. Aha. Tehát a következő állomásig nem. Na most akkor azt mondjátok meg nekem, Zsüllel együtt, hogy a kettősin között van egy ilyen nagyon vastag valami, amire én azt gondoltam, hogy az adja az áramot. Az mi? Nem. Azon nem lehet járkálni. Nem. Egy ilyen vas, egy ilyen 10 cent is ilyen kell balerináznom. Hát azért az azért, azért széles. Tudod mit? A PA-nak a... PA. Na, az. Mi az a PA? Automata pilót. Annak a járfogói vannak. Abban nincs áram. Van semmi köze. Tehát aha, gyakorlatilag a metró szerelvénynek a két futósínek között semmi nincs. Tehát ami ráz. Jó. Megnyugodtunk. Na jól van. Oké, okay, köszönjük szépen, hogy elmondtad ezeket. Én köszönöm nektek, további szép napot. Köszi, Ildi. Hello. Hello. Azt írják, hogy rossz volt a promó, nem ledöglött a metro, ez volt a BKV éjszakája. Múzeumok éjszakája után, igen, a BKV éjszakája. Na jól van. Oké, okay, köszönjük az SMS-eket. 7:30 pontosan, 2 perccel. Muszáj volt azért néhány mondat erejéig ezzel foglalkozni. Hát én köszönöm, mert érintve vagyok. Bizony. Hát legalább tudod. Most már hova lépsz, hova nem lépsz, mit kell csinálni, érted? Gyerekek. Mit is mondott a Zsűr? Fehér vagy kék? Kell, jó az tudni minden utasnak, aki metróval megy. 7:30 után 3 perccel Lóven bácsira lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Éjjel Lóven bácsi. És Berulé. Éjjel, ide egy hallgató. És a Tatooine. Játszani szeretnének. Mond. Én már annyira várom egyébként a 7. részt. Olyan kíváncsi vagyok rá. Tehát, hogy vannak, hát olyan mozi franchise-ok, amik mellett egyszerűen az ember nem tud elmenni. Tehát, hogy akármennyire is adott esetben csalódtál mondjuk bármelyik epizódban, azért a többivel kapcsolatos élmények ott vannak, nagyon várja az ember. Ez most a 6 után lesz? Tehát az első 3 után? Szerintem nem. Ugye megszületett az első 3 legelőször. Így van. Az új 3 az... 4-5-6 volt. Igen. Tehát az ezer, és ez most 7? Ez a 7. Ez egészen konkrétan Darth Vader halála után 30 évvel fog játszódni a hírek szerint. Aha. Tehát akkor 7. Még. Tehát akkor ez a időrendben igen, abszolút a 7. Aha. És ebből is lesz meg ilyen 3 gondolom. Uh-huh. De jó lesz. Hú, nagyon kíváncsi vagyok. Jó, vagyok ezzel az Avatarral, várom, azt nagyon várom, azt nekem az egy lenyűgöző élmény Tom volt. Tom Cruise új filmje. Tom Cruise új filmje is jónak ez tűnik. Ez is skifi, nagyon-nagyon jónak tűnik. Ráadásul ez is ilyen kicsit ilyen időutazós történet lesz, irgalmatlanul látványos, de nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. Jön most a Nolan, Christopher Nolannek jön egy skifije, az is nagyon-nagyon jó lesz. Ugye eredetet csinálta ő, meg nagyon sok jó filmet egyébként, az is nagyon klassz lesz, úgyhogy jó filmek vannak, meg hát ilyen kisebb mozikba megy még egy-két ilyen kis csemege, ami nem ilyen nagy. Lesz új X-Men film is, azok rettenetesen jó lesz, pedig jók. Jók szerintem. Lesz a Michael Kolhász, én arra nagyon kíváncsi vagyok, ez egy ilyen középkori történet, az 1500-as években játszódik, mert Mikkelsen játssza a főszerepet, aki zseniális színész, és egy ilyen bosszú filmről van szó, hogy nemes embernek elveszik a két lovát, aztán megölik a feleségét, és úgy dönt, hogy akkor jó van, akkor egy személyes keresztes háború. És ráadásul történelmileg stimmel is a dolog, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy milyen lesz. Zseniális filmek, zseniális színészekkel. De jó. Ha már filmek, ami a legjobb, az viszont az, hogy indul a Trónok harca pillanatokon belül, úgyhogy... A Volki hívek meg véget ér! Számol. Gyerekek, a visszajelzőm annyira számol, hogy 11 nap múlva. 11 nap múlva indul. A két kard, ez lesz a címe. Most vagy az első résznek, vagy pedig a... Uh-huh. És itt az, hogy 10 nap, 19 óra, 13 perc, de közben meg maga a főprogram az... Ja, így van, igen. Az azt jelenti, hogy 6-7 múlva fogok nézni először. 10 nap, 19 óra, 13 perc. Nagyon debütál jó. A Trónok harca. Hát az, aki nézi, annak ez nagy dolog. Már hogy így jelzi, ez nagyon szép. Nekem is van egy ilyen applikációm, ott a Jani élete. Igen, az is jó, én arra is kíváncsi tetszett. Vagyok például. Mondja. Mondd már meg, hogy mennyi van még hátra. Ja igen, egyszer kiszámoltuk a Jani életét. Egyszer beütöttük Jánost, és azóta megy a számlálás, mondom neked. Kérlek szépen, azt mondd, hogy be kell, hogy élesedjen a Wunderclocknak. 0 év, 1 hónap, 19 nap,
13 óra, 17 perc, 14 másodperc. Nem hangzik túl jól, tesó. Ez nem hát ez. Hát nem, hát de én másképp fogalmazom. Hogy kiszámoltam, pont ennyi szabadságom van, akkor én holnap nem jövök már. Van annál több is. Az elmúlt évekből. Átvittél egy 4-5 ezer napot körülbelül. Uh-huh. Egy hónap, 19 nap. Jó, hát ez egy ilyen hülye alkalmazás, ezt nevedd be. Aztán mégis akkor bocs, tudod. Hát, hát egyszer, érted, a nagyszámok törvénye alapján. De ebből senki nem vonja a következtetéseket, viszont hogyha nem jön be, akkor várom a szülinapi ajándékokat mindenkitől, aki most hallgat minket. Ez egy hónap, hát az majdnem a reális születésnapod akkor, ugye kis tudással, hát májusban május van. Közepe. Május közepén. Május közepén, akkor az majdnem aha. Az. Igen. Na mindegy, jó nem, volt nem veled. Nem lehet, hogy valami butaságot ütöttél be? Nem, ezt adta ki. Ezt adta számol, ki. Ezt amikor egy évvel ezelőtt, most már több mint egy éve megy ez nálam, minden nap ránézek, kicsit így megfűzik. Ugye a történet szegény, az volt, hogy ugye kiszámoltuk, hogy kinek mennyi van. Ferinek bejelzett 13 évet, nekem 15 évet, 20 évet, nem tudom. Nézzük meg, olyan itt is beírtuk, és tavaly kiírta, hogy mit tudom, egy év, három hónap. Igen, ki másnak írta volna ezt ki. Úgyhogy, hát nincs ezzel baj. Azon gondolkodom, hogy mi lesz az utolsó mondatom. De legalább jól leterhelte a rohadt almás Nokia-d rendszerével. Az utolsó mondatod az lesz, hogy de hát azt mondtátok, nincs benne áram. János, lépjen a síre és kövesse a fény. Azt mondtátok, nincs benne áram, rohanékok. Csöcsis, trüffel forever. Nem, mi a neve az appnek, kérdezik néhányom. De most tényleg... Ez egy baromság. Johnny is dead. Tényleg baromi nyomasztó, mert beírjátok a születéséveteket, beírjátok, hogy férfi vagy nő, hány kiló, hány cent, és kiírja, hogy mikor az meg. Akkor a baromság, hogy ezt senki ne vegye komolyan. Másik... Ezzel ne nyomasztátok magatokat. Na pontosan erről van szó, hogy jó, van elég dolog, amivel nyomasztátok magatokat. Hétköznapokban ti legalább ne. Én ezt majd csinálom. Majd egy nyomasztó. Persze, így van, a Feri nyomaszt engem, ő felvállalta ezt a terhet. Igen. Na jó, oké, azt mondja, hogy Óven bácsi, Beru néni, ugye itt tartunk, valakivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafan csalogányai. Timi, hello, jó reggel! Hello, sziasztok! Hello, Timi! Sziasztok! Timi, honnan hívsz minket? Sajmárról. Sojmár. Aha, igen. Sojmár, igen. Határában ott van a kis szarkavár, mindenki nézze meg, aki arra jár. Jó, ja, gondoltam, hogy valami vár lehet biztosan is. Aha. Miért te még nem voltál fönn, nem nézted meg? Dehogy is nem fönn voltunk, persze, nem is egyszer. Merni azt mondani, hogy nem mi? Hát ez az. Igen. Mit csinálsz, Timi, mivel foglalkozol? Takarítok. Takarítasz, aha. Takarítok, igen. De ez egy ilyen kiegészítő állás, vagy nyugdíj kiegészítő állás, vagy... Nem, 25 éves vagyok, úgyhogy... Ja, bocsáss meg, ne arra úgy hiszem. Nagyon szépen beletrafáltam. Nem, takarítok főállásban. Védikítelek, takarítok, ilyesmi. Most én hallom rosszul, a hangja alapján egy picit idősebbre tettem volna Timit. Hát nem az a... Most ugye nem úgy, de... Nem, persze, tudom. Ebből már nem jövök ki jól, de azt hittem, hogy... Egyáltalán nem, de hogy is. Hát olyan élet, nem, hát mély hangom van, igen. Igen, a 25-25-eseknek még más hangja van. Jó van, Timi, na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj, jó? Meghallgatott először, ez még kevésbé fontos, de azért mindig megmutatjuk. Kurva, kifelé a metró. Murva az. Ja, akkor már. Na, ott futnak, amely mur. Miért futnak? Hova futnak? Leállt a metró. Ha, igen. Tényleg, egyébként jó. Idegen nekik a terep, homokhoz vannak szokva. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Napfény járja át a szívem újra. Jó, igen, akkor csak egy előadott okay. Vagy egy dalcidám vagy. Újra érzem, Balatoni lázad. Szinte látom magam előtt a citadella. És milyen jó minőségben sikerült ezt megtalálnunk. Majd te behozod az új a Magyar Retro napra. Ennek már állítom a tracklistát a Magyar Retro napra, közte lesz. Csak mondom. Igen, egy jó kis 90-es évek. Az lesz. Visszamegyünk egy kicsit a 80-as évek vége, 90-es évek eleje uh-huh. És a nagy diszkókorszak, tehát hogy ezt tervezzük. Ugye a májusi kitelepüléssel lesz majd az egyik napon. Uh-huh. De ez a kis jó lesz. Ügyes voltál, Timi.
Igen, köszönöm szépen. Megvan az, megvan az ajándékcsomagod, és van benne egy csomó minden, egérrelátét, bögre, és egy ilyen kulcstartó. Aha, jó, köszi szépen. Örülsz kicsit azért, egész persze, kicsit? Persze, hogy ne örülnék, csak most még lázban vagyok, úgyhogy... De jó, 7 éve titeket hallgatlak, úgyhogy nagyon jó, örülök neki. Hmm. Még a Danubiusból vagyok. Jöttem veletek. A Danubiusból hoztunk el. Igen, igen, igen. Jól van, Timi, küldjük az ajándékcsomagot neked, köszi jó munkát. Szépen, köszi, sziasztok. Hello. Ciao, hello, hello. Mert akkor mindent tud rólunk. Hát igen. 7 éve vagyunk majd 5-6, nem? Ilyen régóta reggelezünk. Igen. 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 Gyerekek. Mi lesz vele? Hát kell értékelned. Hogy fogunk kinézni pár év múlva ettől a sok reggelezéstől? Ebből szobor lesz. Igen. Na, jövünk vissza nem sokára, és azzal folytatjuk, hogy 20 éves a GSM, gyerekek. Oh. 20 éves. Hát nem mehetünk el szó nélkül emellett, hogy 20 éves a GSM hálózat, a GSM rendszer. 1994-ben indult. Hirtelen a ritmikus sportgimnasztikára gondoltam. Nem, az első mobiltelefon, és hát szeretnénk mindenkitől élményeket várni majd a következő órában. Kinek mi volt az első? Ki hogy kapta meg? Ki milyen csengőhangot használt? Ki milyen játékkal játszott rajta? Ugye a legendás kígyójáték, hát a fiatal generáció ezt már nem ismeri, ugye amikor kicsi pöttyöket kellett megenni. Kik hol használta? Mennyire utálták, amikor felvette buszon? Volt még az a zsinóros, amit vittél magaddal, az akus, ugye, és azt leraktad egy gyorsétterembe, és külön volt a tárcsázós rész, meg külön maga az a táska, táskatelefonunk. Emlékeztek még erre? Ja, persze. Ezek voltak. Szóval egy kicsit megemlékezünk a GSM-ről, felelevenítünk egy-két csengőhangot, és mindenkitől várunk történeteket, hogy ki, hogy, hogyan, és miképpen jutott hozzá az első mobiltelefonjához. Kinek mi volt az első típus, szám? A kihajthatós antennájú Ericsson. Kihajthatós antenna, a 198-as. Aha, az. A nagy vastag Ericsson 198-as ott volt. Az első, aminek oldalt volt egy. Az nem lehet, Feri, az iszonyatosan menő volt. Az akkor nagyon menő nekem volt. Nekem az volt, gyerek. Nem 94-ben az. Volt az, de az volt az első. Mit adtál érte? Két libát, meg egy disznót? Nem, három disznót. Menő volt, te mondtad. Az volt az első mobilom, a nagy tégla, és oldalt volt egy antenna. Azt az megmondom, neked Ericsson 198. Az. Na, nekem az volt az első. Voltam. Az nagyon menő. És még akkor nem volt SMS küldés, a neveket ilyen pálcikával írtad be, az volt a kijelző, tehát csak egy sor kijelző. Honnan volt neked ilyen, ez most már érdekel? Eladtad a, lakást? Azt nem vetted elő a dohányzó másodosztályon. Levágták a bal, nem lehetett elaludni akkor. Esküszöm, hogy az volt az első. Fedeztettünk a Ericsson 198. Neked mi volt az első, emlékszel? Nekem Nokia. 2110. Nokia melyik? Is használtam, itt van nálam. Behoztad? Be, hát persze. Na, ez már egyszer... egyébként még a kígyós játékot is megnézhetjük rajta. Mi kígyóba verhetetlen vagyok, mert ezer valamennyit tudok csinálni. Ez, ezek már modernebbek voltak. Figyelj, nekem ezelőtt nem volt nem telefonom. Volt? Hát ez már nem, nagyon profi és ezt volt. Már használtam, vásároltam egy kedves címborától. Hát figyelj, az Ericssonnak a kijelzője, az enyém, az csak annyit tudod, hogy be tudtad írni a számot és a nevet, semmi többet. Egy sor kijelző volt még a pálcikában, beírtad Kovács, és akkor beírtad a számot, kész, ennyit tudod. Na, erről beszélgetünk majd, és élményeket is felelevenítünk, illetve találtunk egy videót, ahol ugye régi csengőhangokat mutatnak meg, hogy kinek hogy szólt a telefonja, hát nosztalgikus élmény lesz. Úgyhogy ezzel folytatjuk, 5 perc van, 8 óra, jövünk a hírek után. 8 óra múlt 12 perccel, hello mindenkinek, jó reggel. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, Jani, Feri is itt van, mindenki itt van, egyben vagyunk, nem mentünk sehova. Nem mondtok semmit? Nem, direkt azért akartuk, hogy átverjük a hallgatókat, hogy azt mondtad, hogy mi is itt vagyunk, és jól vagyunk. Jaj, de ravasz vagy, de egymásra kacsintottunk a Janival. Őrületesek vagytok. És az asztalat összeértet érdünk. M5-ös Kecskeméti Jóság, Ede írta nekünk, köszönjük szépen. M3-as 42-es kilométerénél fotóznak, csak úgy, mint az M3-as 185-ös kilométerénél. A Pest felé haladókat mérik, az M35-ös 13-as kilométerénél pedig postakamion az áruban egyelőre a leállósáv is lezárva. Kaptuk SMS-ben, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Aztán a gyorsforgalmi, van valami baleset, vagy valami kamion beszorult, a magasságmérő előtt rendőrök irányítanak, torlódás van, Gorsi küldte nekünk, ez befelé van a gyorsforgalmin. M0-ás Maglódi felüljárónál két autó koccant, torlódás várható, üzeni Tamás, 3-as villamos vonalán a Szugla utcánál baleset, itt kisebb torlódásra lehet számítani, ez Gyurkó küldte nekünk, köszönjük szépen. 67-es úton mérnek egy kis buszból, és az M5-ös Balázscsa magasságában mérnek Pest felé, ezt pedig Búrás küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi van Erikkel? Régen hallottam az SMS-eit. Nagyon. Ugye? Lehet, hogy elfogyott a mama tára, tudod, a mindennapos jó kívánságai.
Hát ez a feltöltőkártya átka. De csak nincs vele semmi baj, nem? De, vagy jól van, nem, csak nem így. Már megszoktam, hogy 2-3 naponta legalább egyerik üzenet van, hogy a felhő nem tudom, meg az ég hány fokos, meg hány fok van, anyám szerint. Igen. Igen. Na, ugye 20 éves a GSM, erről beszélgetünk, mindenkinek van élménye, már dőlnek az SMS-ek egyébként, hogy ki, mikor és milyen formában kapta meg az első telefonját, mennyire ciki volt azt használni, fölmerte venni. Buszon, ugye hát erről mindenkinek van élménye. Nekünk még személyhívónk volt arra, te emlékszem? Igen, személyhívónk volt, én először nem is tudtam, hogy milyen az értelme. Kaptunk, itt az övünkre kellett rácsíptetni, és akkor megnézted, és volt rajta egy szám, és a számot kellett visszahívni elvilegben ugye utcai fülkéből, vagy ahol éppen voltál, tehát nem volt még ilyenünk. Én soha nem használtam semmire. Állandóan csak gyűltek rajta, gyűltek a számok, és soha senkit nem hívtam vissza. Semmi, az üzenetet se lehetett rajta küldeni? De üzenetet lehetett rajta küldeni. Tehát az úgy volt, hogy volt egy operátor, akit te fölhívtad, és az operátornak bemondtad, hogy gyere haza, kész a leves. És az megjelent a te személyhívódon maga az üzenet, illetve megjelent a telefonszám, és akkor te visszahívtad egy utcai fülkéből a telefonszámot. De egy pár soros üzenet az mindig lehetett rajta, tehát minden rendben hív, vagy ne hív, most nem jó. És az operátor mondta vissza, akkor tehát az ön üzenete, most ne hív, nem jó, szeretlek, Ica. És az operátor begépelte azt az üzenetet a te személyhívódra. Így van. Szarvas Laci a magyar Yeti. És akkor ez így megjelent. Igen. Volt ilyen is. Ez egy szerkesztőnk volt a Viva TV-nél, igen. Meglehetősen burjánzott. Miért utálták azokat, akiknek mobiltelefonjuk volt? Emlékeztek? Mert gizda volt, és egy kicsit nagyon egyébként gizda. Ők gizdultak is. Mindenki gizdult, persze. Úgy vetted föl, hogy nagyon hangosan beszéltél, üvöltöttél a hetes buszon, és mindenki nagyon gyűlölte őket. Emlékeztek? Igen, és ugye nagyon menők voltak, de most én ezt soha nem értettem például, hogy pont a hetes buszon, vagy mit tudom én, az 50-es villamoson találkoztam egy olyan ember, illetve hát nem már felénk, azért nem voltak ilyen menő emberek, de mondjuk a hatoson találkoztam egy olyannal, hogy az ember ott áll, ott van rajta ez a tatyó, és akkor ott van a telefon, és akkor de hogyha annyira menő, akkor miért villamosozik? Miért buszozik? Szereti, mert uh-huh. Meg vagy hogy hívták a telefonokat, amikor még bunkofon. Nem? Bunkofon. Bunkofon volt a mobiltelefon. Ugye? Hát ugye nem értetted azt a dolgot, hogy egy étteremben, ahol eddig enni mentél, ott most telefonálnak emberek, megcsörren, zavar téged. Na, a bunkó fölveszi telefonja van. Szerintem ez lehetett a kiinduló pont. De az első ilyen bunkofonos az tényleg a nagyaksis, amit leemelsz külön kábellel jött. Az altatáskaszerű, az egy várra akasztható táskaszerű hát telefon az volt. Ugye, igen. Úgy alakult ki, hogy abból első körben a kocsikat csinálták meg. Tehát ugye az Egyesült Államokban az már régóta működött, igen. És azt arra fejlesztették, hogy autóban legyen neked telefonod, mert fontos ember vagy. A üzletember. A üzletember, és ebből jött az, hogy igen, de akinek nincs autója, annak is legyen a várra akaszthatós táska. Én emiatt a bunkofonozás miatt sokáig irtoztam a telefontól, és tényleg úgy voltam vele, hogy tele voltam előítélettel, és azt mondtam, hogy nem akarok. Minél később, annál jobb. Igen. Aztán végre meg lett 2008-ban. Nézzünk egy-két. Végül 2010-en elkezdte aztán. Nézzünk egy-két klasszikus olyan példát, amire szerintem sokaknak könnybe lábad a szeme, hogy miket tudtak régen a telefonon. Az megvan, hogy volt olyan telefon, amiben 50 vagy 100 darab névjegyet tudtál összesen elmenteni, bizony. Mert betelt a SIM-kártyát, hogy ilyenek voltak, hogy betelt a SIM-kártya, elmentetted a telefonra, elmentetted a SIM-kártyára. Volt olyan telefon, arra emlékeztek az első időkben, hogy 10 darab SMS-t tudott tárolni. Igen. 10 vagy 20 vagy 30 darab, nekem Nokia 2110-esen volt, hoppá, kiúszható antennás, kocka alakú, nagy féltégla alakú, övre akaszthatós, fóliát már akkor se tettem rá, de volt 2110-es, ugye az nagyon sok mindenkinél volt, az akkor viszonylag szép telefon volt, az el tudott tárolni összesen, mint 20 vagy 30 darab SMS-t, és 100 darab névjegyet. És mindig törölgetned kellett, ha valakit újra beírtál, mert elfogytak az SMS-ek, és ugye voltak, be tudtad írni, hogy kit hogy hívnak. Arra emlékeztek? De beírtad, hogy doktor Láng Otto nőgyógyász, abból azt kellett, hogy legyen doktor Láng O nőgyű. Mert ugyanis 10 vagy 15 karakterig ment bele a telefonszám, és nem tudtad tovább írni. Ez volt a monokróm kijelző, ez a hivatalos, most néztem meg, az én 198-asom is ilyen volt. Meg az, hogy neked volt 198-as, az figyelj, az akkor 150 ezer forint volt. 94-ben. Nem mondtad, hogy ti ilyen burzsúra voltatok. Két tehén ára, pupika, két tehén ára, de meg volt. Két tehén, egy disznó, anyám azóta sír. Nem, ezt a cégtől kaptam, akinél akkor dolgoztam. Bridge.
Nem, az később volt. Ja, később volt. Ez még Békés Csaba. Csaba. Zalahús. Zala, mit kezdte volna Zalában? Egy disznótrágya üzem. A Start rádiónál, és ott mondták, hogy nekem kell egy, hogy el tudjanak érni. De mondtam, hogy én úgy itt vagyok, ha majd bejövök, ha valami van, de mondták, hogy kell egy ilyen, és zöld színűen világot kitott. Zöld színű, persze. Bizonyán kihajtható antennás. Hogy nem? Új, de jó volt. Nagy tégla, és az is csiptethető volt övre. Volt öv csiptető, igen. Az aksik egyébként sokkal tovább bírták, arra emlékeztek? Tehát igen. Az aksik, azok ilyen egészen fura módon, ilyen 2-3 napig nem tudom, hogy te kibírták. Ezeket ugye most csak egy iPhone-on van, ezt ha egy nap után nem teszed töltőre, ez meghal. Igen. Nem értetted, amikor bejöttek ezek az okosok, ezek miért nem bírják a régi telefonok 2-3 napig, mint a húzat úgy bírtak. Jó, mondjuk annak akkora súlya volt, hogy ölni lehetett. Hát persze, olyan aksi volt, meg hát nem használtál ennyi kijelzőt, meg nem használtál ennyi eneket, egy soros kijelzőjel 10 karakter beütni, 20 SMS tárolni, hát nem kellett annyi minden. Meg nem futott annyi program. Ugye gyári aksik voltak, tehát akkor még nem volt nagyon piaca ezeknek az után gyártott cuccoknak, még elviekben gyengébb minőségűek, mint a gyáriak, úgyhogy akkor azért még volt anyag. És a 198-as gyárirag 2 aksi volt, és most figyelj, multitöltő. Nem tudod, mit jelent, nem érted. Uh-huh. Ez volt a neve, multitöltő. Az mi volt? Hogy föl kellett tenni az egész készüléket egy ilyen nagy műanyag lapra, és valószínűleg azért volt multitöltő, mert az állítok gyorsabban töltött, mint a nem multitöltő, amit viszont senki nem látott. Aha. Tehát, hogy azt nem tudtad, hogy mi. Így járulták 2 aksival és multitöltővel. Multitöltő. Kemény volt. Aj, de jó volt. Nekem volt Motorola-m, volt Nokia-m, Nokia-ból az 5110, 6110, azok akkor nagyon menők voltak, ugye? Tehát ennek te is végigmentél ezen a 6150, mit tudom én, mi volt. És hát voltak az Ericssonok. Ericsson T10, Ericsson T18-al emlékeztek, igen, hogy valaki mekkora menő volt? Az Ericsson T18, azok a floppos telefonok voltak, amit így lehajtottál, fölhajtottál. Iszonyatosan sérülékeny volt, marha könnyen le lehetett törni. Nekem egyszer volt egy olyan céges mobilom, nagyon örültem neki. Na ott éreztem meg azt, hogy milyen az igazi stílus, mi az, amikor az ember igazán menőnek érezheti magát, amikor lehajtod. És fogod, és akkor csak úgy tudod felvenni, hogy szépen, de kifejlesztetted azt, hogy ugye a hüvelykújjaddal csak kicsapod, felemed a fel, és hopp, és már ott is van. Ki a menő, és tényleg. És utána lecsaptad a két kezeddel, és azt hitted, hogy a világ királya vagy, ugyanez meg volt nekem Motorola-ban, Motorola nem tudom, pici vékony, lecsaptad, és befejezted a beszélgetést, és összecsaptad. Mi értelme volt annak a lapnak? Az volt a billentyűzár? Nem. De a billentyűzár az ott, ha lenyitottad, abban a pillanatban hát megkapta a világítást. A T18-ason az billentyűzár volt. Meg hogy ne tud benyomni a gombokat zsebben. Igen, ennyi volt. Illetve abban volt a mikrofon. A lehajtottad is a végén volt a mikrofon benne. Igen, illetve nem billentyűzár volt, csak lehajtottad, és abban a pillanatban a billentyűzet kapott egy világítást, uh-huh, és akkor ott még hosszan nyomtad a kettős keresztet, vagy... Akkor tudtad, nem tudom melyiket, akkor tudtad az használni. Az igazi profi, és nekem az sose volt, az már később a Matrixos telefon, tudom, ami így szétcsúszott. Ami a Matrix című filmben volt. Megmondom neked, Nokia, az a banán Nokia. A banán alapú, 21-10. Nem. Nem a 21-10, nem. Az is az volt. Nem, a sima 21-10, az a sima kocka volt, az volt nekem, az a legelső generációs Nokia volt. Az vagy a 71-10-es volt, a banán Nokia, vagy pedig a 81-es, 81-10. Vagy 81-10, igen. Ugye így mentél fölfele, 21-30, így mentél fölfele. Úgy csaptad ki, hogy félkör alakú volt. Az volt a Matrixban. Igen, és az alsó részét, telefon volt alsó részét így kicsaptad, akkor az lecsúszott mögötte a billentyűzet, hát apám. És becsuktad, és úgy telefonáltál, mint Neo. Mekkora király volt. Hát telefonáltam volna, ha lenne. Ezt a telót pont úgy vettem meg, hogy az eredeti tulajdonosa lecserélte egy ilyen banántelefonra, és aztán átkozta. Azt mondta, hogy ez volt a jó telefon, mert hogy ezzel soha semmi gond nem volt, az állandó. A banánok nem voltak jók, persze. Aktív flip. Emlékeztek? Aktív flip. Ez volt a neve. Tényleg, be tudtad aktivizálni, hogy te már a flippel föl tudod-e venni a telefon, és ha beütötted, hogy aktív flippes vagy, akkor nem kellett lehajtani és megnyomni, csak lepöckölted, és mondjad, tesó. És tesó ott volt a vonalban. Drogról beszélsz, barok telefonon? Igen. Emlékeztek, mint a ponyveregém, ott is, csak ott Amerikában, hogy a Motorolákat használnak leginkább. Aj, de nagyok. Ezek a szavak, nem? Hogy aktív flip, meg banános Nokia. Hát ezek már kihaló félben vannak. Van egy hallgatónk, aki 20 éve már akkor az egyik szolgáltatónál dolgozott. Hello, Bea, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Te az első női szervizesek közé tartoztál?
Hát konkrétan én voltam Magyarországon az egyetlen és első női szervizes az egyik nagy mobil szolgáltatónál. Egy legendával beszél. Köszönöm szépen. Nagyon büszke vagyok egyébként rá, és az egész további későbbi életemet is ez meghatározta. Gyakorlatilag 16 évet dolgoztam ebben a szakmában. És hozzád futottak be a hívások, vagy hozzád hozta be az okos ügyfél, hogy szereld meg a telefonján? Hozzám hozta be. Na, tehát én front office-on dolgoztam, igen. Na, mesélj egy-két sztorit, hogy mi az, ami így eszedbe jutott, vagy így megmaradt, hogy miket hoztak be, milyen telefonokat, mivel, mi volt a baj? Hát a csúcs sztori az az volt, hogy ennek a mobil szolgáltatónak volt egy saját fejlesztésű telefonja. Ezt úgy hívták, hogy Maxon. Ez a csoda kütyű, ez úgy nézett ki gyakorlatilag, mint egy palacsinta sütőnek és egy rettenetes földlevegő rakétának a keresztezése. Egy ilyen rossz házasságból született. Amikor a szervizben voltunk, és megláttuk, hogy valaki a piros dobozzal a honnal a tárcsorog az ügyfélszolgálaton, akkor kőpapírólóval döntöttük el egymás között, hogy kihez menjen az ügyfél, mert ezzel annyi probléma volt. És hát rengeteg jó sztorim van ezzel kapcsolatban. Az egyik ilyen Maxonos sztorim az például az, hogy megérkezett az úriember, és mondta, hogy hát el van törve a kijelzője a telefonnak, és akkor ezt meg kellene javítani garanciában, és mondtam neki, hogy hát sajnos ez nem garanciális javítás, ez 8-9 ezer forintba kerül önnek. Ürge megfogta a telefont, falhoz vágta, ott az is főszolgálaton, de úgy, hogy 100 felét röccsent a telefon, majd amikor a darabjai lehullottak a földre, akkor ugrándozott rajta még egy kicsit, és közben ordított, hogy ezt neked. Én meg mondtam neki, hogy sajnálom, de ez most már 34.900, mert hogy ennyibe kerül a telefon, plusz áfa. Úgyhogy ott akkor megköszönés volt. Hát igen, voltak ilyenek, vagy például volt egy olyan, hogy kollégámhoz jött be az úr, és mondta, hogy hát valami baj van a telefonnal, mert nem működik, nem kapcsol be, szétszedtük ott a telefont, forgattuk, valami nem stimmelt vele, mert volt egy kis szaga. És mondja a kollega, hogy mégis mi történt ezzel a telefonnal, tehát mi van vele? Hát vakarta a fejét, és akkor bevallotta, hogy előző este a pöcegödörből halázták ki. Atyaisten. Igen, és az még akkor egy fura kultúra volt, ugye nem is tudtuk használni, ki is néztek minket, akinek volt nagyon menőzött, akinek nem volt, utálta, és bunkofonnak hívta, és irigy volt egy kicsit. Igen, az egy nagy szép történetek voltak, igen. Volt húslevesbe esett telefon, a néni a vasárnapi levesfőzés közben belelógatta a telefont a húslevesbe. Nagyon sok ilyen sztorink volt, de a legjobbak azok voltak, amikor például közölte az ügyfél, hogy levágta a pultra elém a telefont, és közölte, hogy azonnal csináljak vele valamit, mert nem áll fel. Mondtam neki, hogy ehhez a férjem nem tudom, mit szólna, de gondolom már, mint a hálózatra, már, mint a telefon. Na, ott az ürge elröhögte magát, és onnantól kezdve mindenki röhögött. Most mit csinálsz? Most mivel foglalkozol? Hát én most szakmát váltottam, és most egy konyhatechnikai gépeket forgalmazó cégnél dolgozom. Ez kicsit nyugisabbnak tűnik, mint front. Nem, egyáltalán nem. Nagy a pörgés, de én ezt szeretem. Na jó van, oké, be a köszi, ciao. Sziasztok. Ugye az is egyfajta ilyen törzsfejlődéshez tartozott, amikor bejött az egyik szolgáltató, kitalálta, ugye ezt írják többen, a 3 másodperces hívás. Az megvan, ez már ilyen 2000 környéke, 98-99, tehát akkor már azért voltak mobiltelefonok, 3 másodpercig ingyenes. Imádtam. Hát ezt a fiatalok már ugye fogalmuk nincs, hogy ez mit jelent, ez is egy ilyen generációs élmény. Emberek 10000-ei, 100000-ei beszéltek a hívjám is Szétrika Blán. Igen. Hol vagy? Itt vagyok. Később egy kicsit, 5 perc vagyok. 6 óra azt mondja. Basszus, belecsúsztam a négybe. Az óra alatt találkozunk ekkor. Hívjál vissza. És a 3 másodperc. És ugye azt nem számlázták. És aztán rájöttek, hogy nekik ez nem éri meg, mert mindenki így beszélt, visszaesett a forgalom, és eltörölték. Hát nyilván. Aha. Mit lehet 3 másodpercben elmondani? Ennyi, tulajdonképpen minden. Hívjál vissza. Nem? Jó, fölhívlak, nem tudod, hogy mit akarok mondani. Jó? Én kezdem, tessék. Hívjál vissza. Balázs, te vagy az? Hívjál vissza. Most visszahívták. Kérdezek, hogy miért hívtam? Ja, oké. Én vagyok, mi van? Jó, és leteszitek, ugye? És ennyi, várjál, jössz a válaszsal. Rajta! Rájsz, most a 6-kor!
Ez egy másod. Persze, ez bőven, bőven benne van. Nem, de igen, várja, csak igen. Még? Nem. Gyere, akkor a nyugati alá, simán. Figyelj, emberek százezrei beszélgettek így. Talán egyébként a Telenor volt, aki ezt először kitált, akkor még Pannon GSM. Jó. Ugye? Pannon GSM. Az élvonal. Az, igen. Pannon GSM. Az a kezdtem, élvonal. Igen. Ez volt a dal. Ez volt a dal. Hát nem volt másik vonal, ugye? Nagyon a Pannon GSM az élvonal. Igen, és aztán ezt gyorsan el is törölték. Mondták, hogy na jó, menjetek a fenébe, hát mi leestek a mobil számlák, hogy nem tudom, rájöttek, hogy ez nem annyira kifizetődő. Ez ment egy pár hónapig, és utána nem. És utána azt mondták, hogy ezt nem. Rezgő aksi, megvan? Hát hogyne volna, persze. Ezen az van konkrétan, csak mutatom nektek. Csak akkor rezgett a telót, ugye mondjuk el, mit jelent, ha rezgős aksit vettél így hozzá. Van. Tehát a sima aksival nem volt ilyen funkció, hogy beállítod, hogy rezgés, hanem ott van rezgő aksi. Vibrating öcsém. Vibrating aksi. Ja, és viszont ezt nem tudtad kikapcsolni, hogy rezegjen. Nem. Ez az aztán nem. Innentől kezdve állandóan. De hát az, annak örült az ember, hogyha rezget. Hát érted, hát, mennyire menő volt már. És az melyik telefon volt, amit lehetett ceruza elemről működtetni, arra emlékeztek? Ceruza elemről telefont? Az nekem nincs meg az a volt sztori. olyan, hogy ha lemerült az aksid, akkor vettél 4 darab vagy 3 darab ceruza elemet, egy ilyen műanyag telefon volt, én arra emlékszem, de ilyen nagyon látványosan műanyag, szétpatintottad, betetted a 3 ceruza elemet, és ment tovább. Biztos, írjátok már meg. Az nekem nincs meg. Tuti, volt ilyen, emlékszem. Elemes telefon? Elemes. Az nincs meg. Nokia 3210 írja egy hallgató, az első beépített antennás, világsztárnak éreztem magam. De szép. Az egykori 3 másodperces ingyi hívásról se feledkezzetek el, igen, erről beszéltünk, Ernesto írta nekünk, köszönjük szépen. A 81-10-es csúszkás volt, nem flippes. Bizonyám, hát az ugye a csúszkás. Hát igen, ezt mondta, igen, Karesz írta nekünk. Az volt még a menő, akinek volt dallamszerkesztő a telefonján. Akinek volt kottája, az akkori menő számokról király volt az egyedi csengőhangokkal, üzente nekünk Laci. De hírek után meghallgatunk egy-két régi retro csengőhangot, csak emlékezve a nagy telefonokra, a nagy csengőhangokra. Volt olyan telefonotok, amit imádtatok, és nagyon sokáig ragaszkodtatok hozzá, annak ellenére, hogy telefonok jöttek, nekem mentek. Nekem volt, csak nem tudom már a típusát, Nokia volt, és narancssárga szürke. 51, az igen, az 51-es generáció volt, narancssárga színű volt az eleje, és szürke volt a hátlapja, és nem adtam oda. És onnan jöttek utána sokkal modernebbek. Figyelj, még az iPhone, még 2 évvel ezelőtt is Nokiát használtam. Igen. Tehát, igen. Hogy itt szerintem az egyik vagyok azok közül, akik a leginkább kitartottak. Abból nekem el van téve egy dobozos egyébként. Meg van egy vadonatúj dobozos? Igen, igen, azt eltettem majd. Ahogy hívják meg, valamelyik múzeumnak ajándékozom. Ó, majd Istenem. A hagyatékomban, de igen. Nekem a 6310i volt. Az, ami olyan nehezen eresztettem el azt a telefont, tehát az mindenki, aki ismeri, vagy használt ilyet, ugye az volt az üzleti telefon, úgy hívták, és az a telefon, ez az nagyon jó volt, ha ez kicsit hosszúkásabb volt, igen. Igen, elegáns volt, igen, mindig azt hitték, hogy loptam. Azt neked mi? Amíg elegáns azért nem lehetett, hogy mindig olyan ronda, ilyen, a Jani ilyen 2 centis, ilyen átlátszó, ilyen műanyag tokokba hordta a telefonját, de úgy tudod, hogy van, aki rajta hagyta mondjuk a lapot, vagy belerakta egy ilyen, nem tudom, ilyen zsebtokba. Tudod, az a, ami ránézése már úgy néz ki, mint a koszos lenne, az üléseket így sárgul, még ha nincs semmi, hogy besárgult, és mindig úgy kellett tartalékot, mindig vettem belőle egyszerre 3-at, mert körülbelül 2 hónap alatt besárgultatok, és akkor már tényleg undorító volt. Megmondom azt, miért használtam, meg egyébként miért van ezen is, hát amikor a 6310-it lejtettem egyszer, komolyan mondom, hogy majdnem sírva fakadtam. Tehát, hogy annyira kész voltam tőle, és aztán rájöttem, hogy vannak ezek az átlátszó ilyen műanyagtokok, amik tökéletes védelmet biztosítanak a telefonnak. Soha semmi baja nem is volt. Iszonyatosan megbízható telefon volt, és csecse. Az igen. Az Alcatel Vantage Easy volt az elemes. Igen, igen. Alcatel Vantage Easy. Lepattintod a hátulját, bele a kis elemeket, és már mehetett is. Gondolom, hogy 5 percet tudta beszélni. Na jó van. Oké, várjuk még az élményeket, hívószavakat, kinek mi volt a rezgős aksia, ki milyen telefont használt először, ugye hát ez sokakra jellemző élmény, mindenki átment ezen. Illetve van egy-két csengőhang, Nokiás telefonokra elsősorban ezeket megmutatjuk, mert nagyon jó ezeket újra meghallgatni, hogy szólt még pár évvel ezelőtt az országban a legtöbb telefon, úgyhogy ezeket is megmutatjuk. 9:02 jövünk a hírek után. 3:48 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, szép reggelt mindenkinek, ugye a mobiltelefonokról beszélgettünk, csak hallom közben, hogy itt miket mondanak sporthírekben a Reálról. Ja, vagy egyszerre 2 városba is kaptak. Igen, hát nem ott kaptak ki. Igen. Sevillától kapott ki egyébként a Reál. Ami nagyon fontos,
Mert már csak a harmadikok a bajnokságban. Uh-huh. Ez nagy baj egyébként. Hát, szomorú is vagyok. És te láttad azt és a fordulópontot. És ott voltam, amikor elindult lefelé. Így van, a fordulóponton, amikor megindultak le a lejtőn. Nem vagyok jó men a Reálnak, itt 4-3-as El Clasicót sikerült, most pedig a Sevillától kikaptak, úgyhogy visszaestek a harmadik helyre. Hát mi lesz így? Mi lesz így? De mi bekiabálta, hogy hajrá, CR! Mi? Passzus gól. Nézd meg, gól. Figyelsz, barra. Igen, mindegy, jó lesz az még. Az Atletico még játszik a Barszával, úgyhogy ott még a Real megugorhat egy picit, az a forduló még hátra van. De most te... Én most végérvényesen. Én most végig. Én már a Barsz és a Real között voltam, néha nekik, néha nekik, de a Bernabeu után most de már teljesen egyetem. De hogy láttál egy fantasztikus fotósorozatot CR-re? Nem, egyszerűen ott eldöntöttem, amikor már végén ordítottunk mi is, hogy sárgalap, meg nem kiállítás, meg anyád, meg rohadt bíró, meg nem ott egy életre. Életre a csapat mellé álltam, és lengettem a Realozászlót, egyébként behoztam, úgyhogy ma sorsoljuk. Tényleg, tök jó. Ma 9 után kisorsoljuk az El Clasicóra szerzett Real zászlót, jó? Egy nagyon könnyű kérdés, jöhetnek az SMS-ek, és most akkor így valakinek gazdára talál a Real zászló, az egyik. Na, egy-két SMS még, és ugye csengő hangokat ígértem, ezeket megmutatjuk, hogy is szólnak ezek, ugye? Régi klasszikus csengőhangok, csak így nosztalgikus jelleggel egy-kettő, hogy szóltak ezek régi, ez csak Nokiák, hogy ugye? Hogy utáltam mindegyiket egyébként. Nekem Robonixem volt. Micsoda? Robonix, majd oda elérünk oda, az a Robonix volt a legjobb. Na, így szól. Telecom guy 10 year, just haven't made a video in quite some time. So I thought I might throw together a little compilation of the Jó, yes, igen. Nagyon jó, várják. Csak nem nyomja végig, Moszkino volt, B. Ez volt a B. Aha. Ez kívánc. Emlékszel, szólt így a telefonon? Szólt így? Nekem az ennyi. Én arra emlékszem, ez az intro. Ez az intro volt. Emlékeztek, ez volt az intro. Volt, hogy egy órán keresztül így válogattam, mert mindegyiket gyűlöltem, és így nem, mindig eszembe jutott, hogy kinek van. Igen, hogy kinek van csöngúgy. Nem, Moszkitoz nem jó, mert ennek a hülyén. Igen, nem, a B, az sem, mert arra. Az intrót sokkal használták, várj, de figyelj. Jön a következő. Hú, ez már komolyabb. Úristen, de kellemetlen csengőnk ezek. És ez pár éve volt még, tehát ez nem is igen. Annyira durva. Hát ezt nem hiszem. Okay. Többenetes. Nagyon jó ezeket hallgatni. City Bird, csak mondom. City Bird. De tudjátok, City Bird. Hogy mindegyik rohadtul erőszakos. Tehát hát nem jön, tudod, ez a persze. Megriadsz tőle, ez jaj. Persze, ezek nem jó hangok. Várj, mutatok még, figyelj. Jön a következő. Ezt nagyon szerettük. Oké. Okay. Na melyik volt a tiéd? Azt mutasd. Jézus. Skifi. Ez volt a Skifi. Nekem Robonixem volt éveken keresztül. Mindjárt jön. Figyelj, jön a Robonix. Ez a Robonix. Nem, ez a kick. Ez a kick volt. Emlékszel, ez a kick volt. Ez a Robonix. Ez volt a Robonix. Ez a legrosszabb az egész között. Ez annyira össze-vissza. Nekem így szólt, ez volt a Robonix. Ez totál óvoda egyébként a Robonix. És ugyanígy letáncoltam. És ugyanígy mindig, ha megszóltam, igen, hogy letáncoltam robotba, kicsit betáncoltam robotba, hogy szóval. Mindig nagyon örültem a hívnak, mert megmutathattam mindenki, hogy Robonix-ben csörgő. Robonix, hát az a legnagyobb volt. Robonix. Júj, de szép ez is. Dizzy, ő volt a Dizzy, sokan emlékeznek rá. Ez semmi. Oké. Okay. Ez jó. Playground. Ez volt a Playground. Igen. Szólt így a telefonod? Igen. Ez jó. Ez nem, mint egy Malmsteen gitár szóló. Ez már metal. Itt a denevérek azért összekapták magukat. Mi megvan? De megvan? De itt nem állítasz be. Tehát, hogy ezt tudod. Dehogy nem. Tudod, hány embernek szólt? Tök debil. Vidám, tök vidám. Atyám már. Ez a jó fejeskedő, igen. Tudod, ez a izél, aki a legviccesebb hát csapatból. Na ez igen. Egy kis bak.
így nagyon sokaknak szólt. Ez a fuga volt, ugye? Igen, Saverna. Aj, de jó. Nagy klasszikus. Nagyon nagy klasszikus. Jó, Istenem. Igen, nem tudok lapozni. Igen, a konzervatóriumusok kedvenc. Figyelj. Itt jó, jönnek a hosszában. Kis örömóda. Nagyon jó. Ah, na jó van. Nagyon sokáig tudnánk ezeket vétíteni. Hát ezek szenzációs. Oké, okay, beletekerek. Mi lejátsz az egész örömóda? És nem értetted, hogy valakinek miért a Führer is szól, nem? Igen. Egy kis Mozart, nagyon jó. Hány csöngés volt a régi Nokiában? Volt egy 40-50 csengő. A katarzik. 40-50 csengés volt, nem? Na jó, ezt már nem bírom, már ideg nem bír. Igen. Egy kis telvő most nagyon nagy. Atya úristen. Jó, bátor, tudatos. Igen. És tényleg mindenkit jellemzett a telefon csöngése. Klasszik. Na jó, szinte ott vagyok. Hát ezért nem is jártam soha komoly zenei koncertekre. Azt se érte, hát érte, ott volt, hogy idődött el a babakke. Viszont megmutatom, mit lehet lejátszani telefonon, figyelj. Behaladsz? Jön, be, hát meg kell, hogyha játszol valamit. Ez gombokkal le tudtad játszani, várjál. Na? Figyelj. Behaladszik, várjál? Nem haladszik be. Dehogy nem, majd rá a hangot, oldalt. Ráadta Max. Igen, várjál, akkor én is adok még rá. Be kell, hogyha hangos is például. Nem. Akkor csak így tudom, fél. Hallatszik? Várjál. Nem, így nem, az előbb hallatszódott. Hallod? Igen. Figyelj. Fanunk, híjesem az élvonal. Te mekkora? Hogy lesz, most komolyan meg... Az a baj, a Nokiával jobban be lehet hallatni, mert iPhone-on már nem tudok a billentyűkre hangot adni. Micsoda, megtanultad? Figyelj, 2-1-2, mit a kombináció? Figyelj. Csak annyira halk. Miért ilyen halk a telefon? Az alját tartsd oda. Oké. Okay. Kicsit hamiskás. Próbálj. Te vagy a naphallgatója. 2-1-2-1-2-2-3-1-2. 2-4-2-vel próbálj meg. Nézd meg. 2-4-2-vel? Igen, ne 3-ra ugorj, hanem 4-re. Nem ott, csak ahol hármat nyomsz. Nem, 2-1-2. Feri, most miatt nem hallottam az élvonalt. Most az élvonal lemaradt. Lemaradt az élvonal miatt. Belebeszélsz az élvonalban. A 2-1-2 az jó, csak a három helyett négyet nyom. 2-1-2. Az nem. Az nem jó. Mert hamis a hármas. Na, hát ilyen nagy dolgokat lehetett. De ezzel lehetett egy funkítani, hogy... Persze. Le tudtad játszani. Hello, csajok. Istenem! Igen. És írja nekünk még egy hallgató, ezzel zárjuk a témát, hogy a 3 másodpercet nem úgy vezették ki, hogy szóltak, hogy nekünk ez nem éri meg, hanem bevezették a másodperc alapú számlázást. Ja, igen. És ott állt ugye erről mindenki le, mert ugye nem szóltak, hogy az nem a korabiznisz, hanem bevezették ugye a másodperc alapú számlázást. Ja, de jó. Na jól van. Oké, köszönjük szépen. Jött egy friss közlekedés, 4 kilométeres torlódás az M1-esen Budapest felé, miután még mindig tart a helyszínelés a 24-es kilométernél, ahol korábban egy teherautó és egy kamion ütközött, jelezte az útinform, egy sáv járható, úgyhogy hatalmas torlódás van az M1-esen, tehát Budapest felé. Mi pedig már is hármasugrást játszunk valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Hello! Szia. Aktuális nemet mondom, telefonos Ati. Telefonos Ati, hello Ati! Igen, te is hosszú éveken keresztül ebből éltél? Hát nem én is, hanem én voltam, azt gondolom, még maximum 2 emberre itt az országban, aki letettük ennek az alapjait, mármint a kártyafüggetlen mobiltelefon adásvételnek annó. Hoppá, hát akkor egy igazi, egy újabb legendával beszélünk. Egy igazi telefondírerrel beszélünk. Nem. A legenda stimmel tényleg, mert mai napig elmegy szórok az, hogy bárhova, és meg is jönnek oda, hogy ne haragudj, halk a csengő, mert évek óta nem foglalkozom vele, de valahogy ez rám ragad. Hát akkor az még igen nagy dolog volt, a kártya független, ilyen-olyan telefon, szerzés, eladás, visszahozás, nem? Hát akkor ez nagyon ment. Az én sztori az nagyon-nagyon különleges, ugyanis én kimentem a fővárosi autópiac egy autót eladni, és volt egy mobiltelefon, amit el akartam adni, egy
198-as D2-es, ami flippes volt, ugye? Flippes, és, nagyon nagy. Igen, és valonnan szereztem, ilyen express újságból, ugyanaz 198-as, csak volt be egy Bengen Dolovzen kivitel, ami kék színű volt az egész. Hát megőrültem érte, annyira különleges volt. És gondoltam, régit értékesítem, beraktam a szélvédő mögé, itt reggel 6 óra, ugye kiállt az ember, hogy jó helyet találjon a kocsinak. Na most 6 óra 4 perckor 6 ember licitált a szélvédő mögött lévő flippes telefonra. Következő héten azt sem nem, nem akartam autót eladni, hanem csak mobiltelefont. Úgyhogy onnantól fölépült, ebből épült fel egy vállalkozás. Ugye, és azt írja az Anna, hogy azt mondta neki, hogy én is voltam nálad? A Lurdi házban voltunk mi. Tényleg? És mit vettem? Hát arra nem emlékszem, de azt de hogy csúnyán átvertünk, azt tudja. Lehet, hogy te is ledesíteni voltál, mert azt mi kezdtük el az országba, hogy kicsőjöttük a ledek színét a telefonon, meg telefonfestést is csináltunk. Aha, az egyik sem. Nem tudom, kezdtek el. De csak a folyam miatt mondom a ledesítést. És bejött egyszer egy ügyfél, aztán utána jó sok, hogy hát ugye szereztünk be ilyen jégfehér ledet, akkor kék, biztos emlékeztek rá, volt egy divat, hogy kicserélték a világított színét a telefonba, kijelző körül meg a billentyűnél, és bejött egy ügyfél, hogy hát pirosat szeretne. Szóval vakaróztunk, hát nem tudtunk piros ledet szerezni, és eszembe jutott, hogy hát zárt volt hátul a szervizét, kollégámat kiküldtem az ápízba, és egy alkoholos piros tűzzel a fehér ledes telefonját. Jó, nagy vakítás. Nagy vakítás, igen. Na jól van. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Hát, azt mondja, hogy szerintem... Vihető? Igen, igen. Vihető. A műszaki emberről lévén szó, szerintem a második is menni fog. Jó. Oké, meglátjuk. Így szól az első kérdés dedikált nyakba akasztóját. Hogy nevezik azokat a bábukat, amiket zsinórral mozgatnak, Attila? Marionett. Így van. És tapsoltok? Hogyne. Na jó. Álva. De, így van. Így van. Mehetünk tovább? Persze. Így szól a második kérdés dedikált egérrel átétért. Hány kilométer egy mérföld? 1,6. Így van. Jöhet a harmadik? Persze. Amúgyis 3 a szerencsés számú. Így van. Így szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Ki az egyetlen magyar Grand Slam tornagyőztes férfi teniszező? Valóci Balázs? Igen, így van. Ráadásul kétszeres páros. Attikám, megvan minden, küldjük. Jó? Oké. Okay. Ciao. Köszönöm, sziasztok. Köszi, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ha már tenisz, gyerekek, Nishikori megverte Federer, kész vagyok. Nem, kész vagyok, gyerekek, kész vagyok. ATP 1000-es Miami. Gyors korcsolja? Andy Murray gyokó, kétszerben gyokó leverte. Nagyon egyébként, nagyon jó benne a srác. Igen, Nishikori. Nishikori. Roger sebezhető lett. Ah, segély. Francba. Na mindegy, hogy Murray Federer a nagy négyesből már ketten kiestek, már csak Gyoko van benne, meg Nadal. Úgyhogy Gyoko Nadalra megérkeztek. Igen, lehetünk? Szerintem. És a Nishikori is odaér? Nishikori nem ér oda. Gyoko Nishikori? Gyoko most megállítja Nishikorit. Aha. Szerintem. Na mindegy, egy perc van, pontosan 9 óra, vendégünk lesz, ugye 9 óra után. Érkezik hozzánk Klein Dávid, aki ugye hegymászóként vált ismerté Magyarországon, és hát sokszor megjárta már az Everestet, most újra neki indul, palack nélkül megpróbálja megmászni. A túráról és erről az expedícióról faggatjuk a hírek után. Teje 10 van pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk, hello Jani, hello Feri, hello! Sziasztok! Mindenkinek szép reggelt, jön a hideg front, egy kicsi kis szél délen, egy kis felhő, de semmi komoly, és aztán holnaptól már egész jó idő, sőt szombatosabb 20 fok körüli csúcshőmérséklet, ami márciusban gyerekek, hát több, mint amit az ember várhat, úgyhogy remek idő lesz. Szarvas térségében több helyen is félpályás útzárás zavarja a lakosságot, írta nekünk Ede. Somogy turnál már a másik irányban is mérnek, Viktor a főnök küldte ezt nekünk, ez az nyomas Jani. Jött még egy ilyen SMS is. De arra, hogy ACDC, tiéd. Igen, tehát igen. Bármikor, amikor torzított gitárok szólalnak meg a Morning Show-ba, az biztos, hogy én intéztem. Ezt most nem. Igen. Torlódás az M7-es Érdnél, Siófok felé. Munkálatok miatt, köszönjük szépen, M5 Szeged felé 109-es kilométernél trafiznak, ez Kornél írta, és Iharos Berényben a Kaposvár felé haladókat és az onnan érkezőket lesik a foci pályánál, a sövény mögül fontos.
Ezt Maci, nem én mondtam, Maci írta még, hogy fontos. Erik továbbra sem jelentkezik engem, ez aggodalommal tölt el. Hová tűnt Erik? Legalább egy üzenetet, itt vagyunk. Na, Reál zászló, ugye, ígértem, hogy közkincsé tesszük ezt a Reál zászlót, hoztam kettőt, ugye, sikerült bejutnom az El Klasszikóra, erről sokat meséltünk, vagy meséltem pontosabban, és ugye kiderült, amit én nem tudtam, hogy a Bernabéban minden ülés mögé beraknak egy Reál zászlót, ez jár, ez benne van a jegybe, ez egy tulajdonképpen egy ilyen fehér hurkapálca-szerű, annál kicsit vastagabb műanyag, ilyen zászlórúdra felhelyezett, egy ilyen félméterszer félméteres, elég nagy, fehér, ilyen nejlon anyagból készült Reál Madrid zászló, amin ugye a királyi gárda címere van rajta, nagyon klassz, ezt lengeti, hogy 89 ezer ember finoman a Bernabeu-ban ott lengették egy ideig. Aztán már ugye hát 4-3-nál már nem lengették, de még 2-1-nél egyébként nagyon lengették, a végére már egyébként azonosulva a reálosokkal, szemüveget a bírónak és sárgalapot, és rohagy meg, nem volt 11-es című bekiabálások mentek a részünkről is. Egy nagyon egyszerű kérdés. Igen. Egy nagyon egyszerű kérdés. Ja, tudok kérdezni. Én tegyek fel egy egyszerű kérdést. Te voltál ott a meccsen. Ki szerezte a Real Madrid utolsó bajnoki fordulóban belőtt gólját? Ki volt ő? Jó, most kikaptak, nem túl bonyolult, de kilőtte az utolsót, ennyi a kérdés. Aha, nagyon ez ezen a meccsen, nem ezen a most. Nem, az El Clásico óta volt már még egy meccs. Aha. Sajnos kikaptak, és ezzel most ugye már lecsúsztunk a harmadik helyre. Csúsztunk, így vagytok? Egy világéletemben, most senki másnak, csak a Real Madridnak. Kilőtte a Real legutóbbi bajnoki gólját. Így van, kilőtte a Real legutóbbi bajnoki gólját. Jó, egy 2-1-es meccs volt, annyit segítek, kikapott a Real, ha valaki nem tudná, de jól indult a meccs nekik, mert hogy az elsőt ők lőtték. Jó? Így van. Ki volt az, aki belőtte ezt a gólt? Ennyi. Ez egy nagyon szép relikvia, főleg annak tudatában, hogy Balázs ugye nem beszél spanyolul, és úgy értelmezte azt a feliratot, ami oda volt írva, hogy haza vihetitek a zászlókat. Többen futottak utána, azt hittem, hogy felismerték. Igen, de kiderült, hogy csak az éves bérletet akarták visszavenni a kezemből, amivel megpróbáltam megszökni. Igen, a széket már nem tudta felszakítani, csak három csavarig jutott, de. Úgyhogy kettő darab ilyen zászló van, ebből egyet egy helyes megfejtőnek odaadok. Jó? Küldjetek SMS-t, SMS számú 0-70! 645-0000, ide várjuk a jó megoldásokat. A helyes megfejtőn mi láztam egy kicsit, hogy képet is küldjenek magukról? Nem, csak a helyes megfejtéseket kell. Csak a fülnőruhás képekre válaszol. Na, nekünk pedig vendégünk van, egy olyan ember, aki hát imáron tulajdonképpen nem is tudom hányadszorra most újra próbálkozik, és egy ország drukkol neki, hogy sikerüljön. Megjött hozzánk Klein Dávid, hello Dávid, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Az Everest nagy ismerője, mondhatni tulajdonképpen, nem? Ugye? Igen, régi kapcsolat ez. Bonyolult és régi kapcsolat. Ez egy bonyolult és régi kapcsolat, ami ugye közted és az Everest között van. Most újra nekiindulsz, beszélgetésünk apropója egyébként ez az expedíció. Uh-huh. Mikor mész? Pontosan a napokban vagy a hetekben utazol, ugye? Spár Everest expedíció 6-án, április 6-án veszi kezdetét. Budapestről repülünk Katmanduba, Nepál fővárosába, és ott néhány napig pakolászunk, és aztán 10-én lépjük át a kínai határt, mert hogy északi oldalról, tibeti normál úton fogok mászni, és 15-én érjük el az alaptábort, remélhetően május 15-e és május vége között lesz valamikor a csúcstámadás. Na, hát az még azért egy kicsit arrébb van, meg addig mi még fogunk beszélni, ha műholdas kapcsolat is úgy engedi, de hogy ugye a mászásod lényege tulajdonképpen, hát azért Jani sokkal jobban ért, én csak laikusként kérdezek, hogy ugye az alaptáborból akarsz, vagy nem, nyilván, hogy oxigénpalack nélkül mászol, ugye? Így van. Na most én itt olvasok mindenféle statisztikát, és hát azt elképedve látom, hogy 2010-ig 142 ember jutott föl összesen oxigénpalack nélkül, ez a szám, ez nyilván azóta mondjuk nőtt, de mondjuk, hogy ezt nem sokan. 142 megmászás lehet, hogy voltak ismételt, de igen. Aha. Hát valóban nem tudom, hol tarthat most a statisztika, mert lassan frissülnek ezek a dolgok. Szerintem napjainkig nagyjából 6000-szer mászták meg az Everestet, 5000-szer, 6000-szer, és kevesebb, mint 200 palasz nélküli megmászása született. Ami azt jelenti, hogy nagyjából úgy aránylik egymáshoz a két feladat nehézségben, ahogy ez a két szám aránylik egymáshoz. Hát gyakorlatilag itt egy szűk elitről beszélünk, ugye ez a cirka 150 ember, gyakorlatilag ez az, aki nyilván van tartva az összes többi mászót, akik ugye oxigénpalackkal, vagy serpák segítségével, illetve is másszák meg az Everestet, már igazából nem is jegyzik őket. Hát ők is kapnak a nepáli minisztériumtól egy papírt, vagy a kínai hatóságoktól egy papírt, arról, hogy de van egy ilyen állásfoglalás a nemzetközi hegymászó szervezetnek, hogy az igazán tiszta megmászás az a, nem tudom, az a tiszta megmászás, hogyha nem használsz palackot. És valóban azért nehéz megmászni az Everestet, ez a feladat lényege, vagy ez adja a savát borsát, hogy kevés odafönt a levegő. A technikai nehézségek a két normál úton azok, hogyha a magas Tátrában találkoznál vele, akkor egy könnyű gerinctúrának felelnének meg. Uh-huh. Tehát nem azért nehéz megmászni, mert olyan meredek vagy olyan bonyolult, nem azért, mert ritka a légkör. Na most tulajdonképpen ugye volt egy pár
próbálkozásod, ugye? Mi a kapcsolatod az Everesttel? Hány találkozás, szakítás, randi körülbelül? Ez most már a 8. 9. Ez a 8. Tehát elindulásom, 8. expedíció volt, ezek között volt mindenféle. Volt olyan, amelyiknél én követtem el komoly stratégiai hibákat, volt olyan, ahol tragédia történt, volt olyan, amikor egész egyszerűen hatóságok szóltak közben, mert kitiltottak minket, nem csak minket, minden más külföldi expedíciót Kínából. Lehet, hogy csináltatok valamit is. Nem, mi nem csináltunk semmit, az olimpiai éve volt, és nem akarták, vagy nem tudom, mit nem akartak. Lehet, hogy laikus a kérdés, hogy nem kéne akkor először mondjuk palackkal, és akkor utána palack nélkül? Tehát ennyi kísérlet után nyilván az ember be akar kerülni abba a szűk elitbe, de hogy most ez lehet, hogy baromi laikus, de hogy először akkor megpróbáljuk palackkal, fölmegyünk, oké, sikerült, akkor utána fölmegyünk palack nélkül, vagy te ennyire elszánt, vagy most újra palack nélkül? Egész egyszerűen nem vonz annyira a palackos megmászás. Ugyanúgy, mint ahogy valószínűleg az sem vonzana téged, hogy lenyomd a 100 méteres síkfutókat motorral a 100 méteres síkfutás pályáján. Ugyanaz a pályán mozgunk. Valóban nem. Ugyanaz a pályán mozgunk. Ugyanaz a pályán mozgunk. De miután a feladat lényege mégiscsak az, hogy erőből sálatcsapkát veszek, felöltözök rendesen, és aztán utána elindulok fölfelé. Ezért nem izgat annyira, hogy egy ilyen segédeszközzel milyen eredményt érnék el. A statisztikák alapján úgy néz ki, hogy te az a fajta szerető vagy, aki jobban szereted az előjátékot, mint a beteljesülést. Nem szeretném, hogyha a beteljesülés is ott lenne, csak szeretném, hogyha tisztességesen jutni kell. Na, akkor mi történik? Ez a ponthoz. Ott vagy az alaptáborban, ez körülbelül mennyi idő? Tehát az ember oda megy, ott ugye azt olvas, hogy aklimatizálódás. Oké, ez mit teszel, veszel, teregetsz, nézed a jakokat, és közben aklimatizálódsz, vagy ilyenkor már zajlik a kiépítés, hogy zajlik? Igen, tehát lényegében az aklimatizáció már akkor elkezdődik, amikor Katmanduból 1300 méterről elindulunk fölfelé, és hát ugye egyre magasabbra emelkedünk, először terepjárókkal, teherautókkal szállítjuk a felszerelést, elérjük az 5200 méteres alaptábort, és már ekkor a szervezetünk azt érzi, hogy kevés az oxigén, fáj a fejem, émelgek, stb. Sok folyadékot fogyasztunk, könnyű túrákat teszünk, hogy szoktassuk a szervezetünket, és aztán a hegyen, az alaptáborból kiindulva mindig elérünk egy magasabb tábort, ott rosszul vagyunk, visszahúzódunk az alaptáborba, pár napig pihenünk, mert pihenni csak 5200 méteren tudunk, fönt már nem igazán, és aztán megint fölmegyünk, még följebb megyünk, és megint visszahúzódunk. Tehát ez a föllejójózás, ez az aklimatizáció. De az utolsó támadás a csúcsra, az is az 5200-ről indul el? Olyan értelemben igen, hogy előtte kiépítjük a legfelső tábort, érintjük azt a magasságot, megmutatjuk a szervezetünknek, hogy hello, ilyen lenne, hogyha itt lennél. Aha. További vörös vérseteket termel a szervezet válaszként. Mi visszahúzódunk az alaptáborba, hogy alaposan felszívjuk magunkat, kipihenjük magunkat, és pár nap után az alaptáborból elindulunk fölfelé. Előre tolt alaptábor, egyes tábor, kettes tábor, hármas tábor, és aztán onnan az éjszaka közepén mondjuk 10 órakor, éjfélkor elindulunk a csúcs felé. Azt mondtad ugye, hogy mi? Kik fogják alkotni a csapaton? A mi az azt jelenti, hogy Magyarországról, ez is egy kis csúsztatás, mert valójában Edina, aki az alaptábor vezetőm lesz, Londonban él és Londonból jön, de Magyarországról ketten megyünk ki, Török Edina, aki az alaptábor vezetőm, fotósom lesz meg én, hegymászóként. A hegyen megvan a saját, vannak sátraim, van ellátmányom, élelmem, gázom, stb. De mindenkivel együtt fogok működni, nepáli hegymászókkal, nemzetközi hegymászókkal, akikkel tudok, hogy feljussunk a csúcsra, egy nemzetközi csapathoz csatlakozom. Na most azt olvasni ilyen különböző interjúkban, hogy egy híres mászó, ez a Simone Moro, ugye, ő azt mondta, hogy azért fordult vissza, ő is egyébként oxigén nélkül mászott, mert hogy az oxigénes mászóknak tök más a ritmusuk, ők ugye sokkal gyorsabban mennek, viszont a kiállsz a sorból, ott mélyebb a hó elsüllyed, és ugye annyian túraszerűen ennyien egy-két éves készülés után oxigénnel akarják megmászni az Everestet, hogy effektív az oxigén nélkül mászok már hátrányban vannak, mert annyi az oxigén, ez más szó. És azt mondod, hogy te megpróbáld ezeket az akadályokat majd kikerülni. Hát igen. Ezeket hogy lehet ezeket? Jól hangzik, hogy megpróbálom kikerülni. Igen, hát ezeket hogy lehet kikerülni? Igen. Ja, hát nehezen. Mert hogy ezt te mondtad, hogy kívánod majd kikerülni ezeket a problémákat. Nagyon kívánom, hogy kikerüljem őket, de azért ott lesz ez a sok-sok mászó, aki palackkal mászik. Én nem akarok tényleg senkit megkövezni, aki palackkal mászik, és nekik is megvan a motivációk, és ez egy fantasztikus teljesítmény. Tehát nem könnyű palackkal se felmenni. De azért néha vizionálom azt, hogy milyen lenne, hogyha egyszer csak varázsütésre mindenki eltűnne onnan, aki palackkal mászik, és ott lennénk mondjuk, nem tudom, hatan az alaptáborban, plusz még mit tudom, 2-3 szakács, meg jakhajcsár, meg ilyesmi, és akkor olyan lenne az egész, mint 1920-as években a brit felfedezők idejében. Ez egy gyakran visszatérő vízióm. A tömegre úgy lehet válaszolni, hogy egyrészt több ablak nyílik, igyekezni kell elkapni azt az ablakot, ahol nem a legtöbben lesznek, de persze szeretnéd elkapni a legkorábbi ablakot is talán. Aha, ez mi az ablak? Mert, hogy az ablak az, ez egy időjárás ablakot jelent, amikor a szél sebessége viszonylag tolerálható,
és más ilyen meteorológiai paraméterek is lehetővé teszik a csúcs megmászását. Ez egy időjárási. Tehát ez egy jó pillanat, amikor el lehet indulni. Ez egy jó időszak, ez egy jó pár nap, amikor fel lehet menni. A jó idő az hány fok mínuszban? Nincs igazán hideg odafönt, tehát mit tudom én, mínusz 25 fok vagy először. De bizony bele, hogy a bábuska, a nagymama Szibériában, amikor lemegy a közértbe, akkor is lehet, hogy van ennyi. Igen. A nagy különbség és palac nélkül. Az, azt nem mondanám, igen. Lehet, hogy igen, egy palac azért van nála. De szóval, hogy nem a hideg az, amikor nagyon fázunk, hanem az oxigén hiány. Aha. Mert a szervezetnek mindenhez oxigénre van szüksége. A mozgáshoz, a gondolkodáshoz, az emésztéshez és a fűtéshez is. És ha megvonott tőle az oxigént, akkor annyival jobban fázik, amennyire megvontad tőle az oxigént. Hol tudtál készülni, ha egyáltalán lehet készülni az Everestre? Hát ugye egyrészt az embernek van valamilyen technikai hegymászó múltja, amit nyilván nem az expedíció előtt kell elsajátítani. Igen, mert most fizikai terhelése. Erre néhány szikár fiziológiai paramétert kell feltornászni, és ez bárhol lehet. Tehát, hogy kicsit furcsa hangzik, hogy az oxigénnyelves környezetre is fel tudsz készülni? Nem, de arra fel tudsz készülni, hogy a szervezeted majd jobban tolerálja, amikor oxigénhiányos környezetbe kerül. Tehát, 8 percenként nagyobb legyen, vesz csak nagyobb, igen, tehát nagyobb legyen a légzőkapacitásod, meg nem tudom, a légzőizmok állapota, meg az oxigénszállító képessége, tehát ezek olyan paraméterek, amiket lehet edzés munkában fejleszteni. Na, csak hogy közelebb hozzuk mindenkinek, ugye mindig ez az utolsó 100 méter, ami felfoghatatlan, hogy ott voltam 16 méterre, de visszafordultam. Ott voltam 20 méterre, ott voltam 8 méterre, de nem volt erőm, elfogyott, ugye vissza kellett fordulni. Hát ez a 8 méter, 10 méter, 100 méter, ez így normál viszonylatban ugye az embernek egy 10-15 másodperces séta, vagy 20 másodperces, vagy fél perces séta. Hogy ott körülbelül milyen haladás jellemez, mondjuk mennyit teszem meg fél óra alatt, erre gondolok. Csak hogy értse egy hétköznapi halandó, hogy mit jelent ott mondjuk még az utolsó 50 méter vagy 100 méter. Érdemes belegondolni, hogy mondjuk 50 méter emelkedéssel számolva óránként jó sebességet produkálsz. Ez a csúcsmászás napjáról beszélek, tehát nem mit tudom 6000 méteren, hanem 8000-8500 méteren, ha 50 métert emelkedsz óránként, és itt mit tudom, kiszámolod, hogy hány méter, hogyha 45 fokos mondjuk a gerinc, nem tudom. Ez nem, távolságban se nagy. És emelkedésben pedig nevetségesnek hangzik, hogy 50 métert nem tudsz felsétálni egy óra alatt. 50 méter az jó sebesség. Az 50 méter egy, és az utolsó pár méter az mennyi? Még azt látod, hogy 30 méter is ott vagy a csúcson, és az még akkor rá kell arra számolni, hogy másfél órát? Hát nem is másfelet, de mondom, 8500 aha, fölött ezt az 50 métert. Az majdnem egy óra az utolsó 30. Igen. Igen. Tehát, hogy az utolsó 30 métert, azt lehet, hogy a következő órában teszed. Döntésre arra felkészültél, hogy ott állsz 30 méterre, és ugye ott neked nem is csak az előre 30-at kell, hanem vissza is kell jönni, ugye az nagyon fontos. Arra felkészültél lélekben, hogy azt mond 37 méterrel a csúcs előtt, hogy figyelj, ez most nem megy, Dávid, menjünk vissza. Hát könnyű azt mondani, hogy felkészültem rá. Nem le nehéz, mi? A fene tudja, hogy felkészültem rá. Én úgy érzem, hogy jól szoktam dönteni, hogy felelősen szoktam dönteni. Én szeretném maximalizálni a siker esélyét, miközben minimalizálom a tragédia lehetőségét. És én azt gondolom, hogy talán azzal tudom maximalizálni a siker esélyét inkább, hogy becsülettel keményen aklimatizálódom, hogy komolyan veszem a felkészülési munkát, az edzés munkát, és nem azzal igyekszem maximalizálni a siker esélyét, hogy több kockázatot vállalok, mint amennyit a saját magam által lefektetett szabályok megengednek. Hozzáteszem, egyébként nem én jártam a legközelebb a magyar hegymászók közül az Everest csúcsához palasz nélkül, hanem Várkonyi Laci, aki 80 méterre fordult meg a csúcstól. Tehát, ez egy földi haladólag szinte felfoghatatlan. Igen, 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 most meg akarom csinálni. Igen, nem? Ez a 80 méter, ugye? Hát ezt nem érted aztán közben, persze ezeket az ember halva, ezeket a körülményeket, igen, ez így teljesen érthető. Na, hoztál eszközöket csak így, hogy belepillantsunk egy-két dologba, hogy illetve az egyik mászol is, aki hát talán nekem. Mozdulatlanul egy fél órája. Igen, ami számomra fura, azt olvasom, hogy te egy olyan változatra fizettél be, ahol a sátrakat magad fogod vinni. De hát ez, azt gondolom az ember, hogy ez azért ritka esetben fordul elő, hogy a hegymászó felesleges súlycipelésével ott nem hát tudom, elüti az idő. Nevezhető felesleges súlynak. Hogy azt valaki viszi, azt olvasni, hogy az ilyen expedícióknál azért az már ritka, hogy az ember mondjuk saját maga cipelje ezeket a... Mint ahogy az is ritka, hogy palasz nélkül menjen. Ugye az előbb megbeszéltük, hogy nagyjából annyira ritka mondjuk egy palasz nélküli mászó, hogy ott vannak sok százan, és akkor leszünk ketten-hárman, akik palasz nélküliek vagyunk. Én nem szeretném magam feleslegesen, nem tudom, szivatni. De azt azért szeretném, hogy a rámeső részt azt én vigyem. Aha. Tehát, hogy az én élelmemet, és együtt fogok dolgozni valakivel biztos.
különböző ötleteim vannak is erre, hogy kivel fogok együtt dolgozni, de nem fogom a mással vitetni a holmiaimat. Aha. Jó, oké, csak kérdeztem, mert ugye ezt olvassa az ember. Na, miket hoztál magaddal akkor, mi van nálad? Miket? Nyugodt, egy-két olyan eszközt, ami mesél róluk, kézbe is vehetjük, ha idehozod, az nekünk segítség, mi nem tudok hátrafordulni, mert kitörik a nyakam. Az volt a cél, hogy azt a ruházatot, illetve felszerelést egy picit megmutassuk. Ami, megmutatod ami azt a bakancsot, Feri? Köszönöm. Ami majd rajtam lesz a csúcsmászás napján. Hát ez mint egy holdjáró bakancs, ez úgy néz ki, ez nem? Ez nagyon egy holdjáró bakancshoz. Ez nagyon durván néz ki, ezt az ember nem is gondolná. Ez egy három rétegű bakancs. Aha. Ez már önmagában azért egy komoly súly, ezt ott 8000-en cipelni, ebből kettőt ráadásul nyilván. Hát igen, meg ugye ennek van egy belső bakancsa. Valójában három réteg, amiből az első két réteg, a külső két réteg, egybe van dolgozva. Jó, igen, mert első ránézésre úgy néz ki, mint aki a viselője a középföldjéről származik. Irgalmatlan nagy pata, de nem ez. Igen, ez a belső bakancs. Aha, ez egy kis betét tulajdonképpen, mint régen az alpina csizmán. Emlékszel, hogy kivetted az alpina csizmát, és berakod a fűtőtes talán? Azt nem mondtak, hogy az alpine. Hát jó, de jó, alpine, hagyjál már. 12 évesen alpina volt, ez alpine, persze. Uh-huh. És ezt be tudod tenni a pélkabátod alá éjszaka, vagy a hálózsákodba, és akkor tudod szárítani ezt a belső bakancsot. Ez a csákány kinézetű valami, ez úgy néz ki, mint ez a hágóvas, erre mondják? Nem. A hágóvas, az a lábadon van, ez meg a kezedben. Aha, na, jó, okos vagy, Bali, jó van, szépet kérdeztél. Aha. Jó, még egyébként nem tudom, miért kéne értenem igen, hozzá. Ez a csákányszerű valami mi? Csákány. És ez a csizmaszerű valami? Pontosan az? És úgy is néz ki? Nyugodtan, nem lesz baj. Nem. A kesztyűje Dávidnak, ami most a felirom, az körülbelül úgy néz ki, mint a legmenőbb baseball játékosnak a kesztyűje akkora. Tehát ezzel konkrétan be tudsz állni. Ciao amici, apám olasz volt, megnyitni ezt a pizzériát, régi álmom válni valóra. Na jó, Márka. Nagyon jó kabátokat csinálsz. Így van, ezek azok, amiben mászom. Aha, hát ezzel azért nagyon, nagyon SMS-t írni nem tudsz közben, nem? Nem, tehát, hogy sok minden más, tehát gondolj. Mint a nagyon fontos lenne. Igen, valami a szememben. Ez egy egyújjas kesztyű, csak mondom a hallgatóknak, hogy képzeljék el, egyújjas kesztyű, mert 6 számmal nagyobb, mint bárkinek a keze, ilyen csubakka kéz úgy néz ki. Így van, és ebben kell mondjuk manipulálnod, használnod ezeket a kacatokat, tehát, hogy... Atya Isten. Sok mindent, olyan, mint a nem tudom, az ételfogó csipesz. Igen, mint amit a háziasszonyok a kezükre raknak, és kiveszik a tepsit, tulajdonképpen ez így néz ki. Összességében hány kiló van rajta, Dávid, amivel így nekiindulsz, körülbelül? Nem számoltam össze őszintén szóval, de mit tudom én, hát már maga a bakancs meg van pár kiló. 10-20 kiló biztos van pluszban, nem? Nincsen, tehát 10 kiló felszerelés lehet, hogy van rajta. Hát Feri, azért így még ne induljál, azért látom, hogy hogy nyúl a karabinerhez, nagyon szaki, nem? A csúcsmászás napján, ezen most gondolkozom, még nem dőlt el semmi, de lehet, hogy nem viszek majd ma a hátizsákot, hanem megpróbálok mindent beleszuszakolni a piheruhámban, ebbe a piheoverába, ami ott lóg mögöttetek. Uh-huh. Ilyenkor egyébként így fölöltözve ebbe a kis 20 kilóba a ruha, a csizma, stb. Egy lazapisi, az így hogy néz ki körülbelül? Tehát, hogy az hát, így... ha megnézed alaposabban azt a ruházatot, akkor azon minden fontos helyen van cipzár. Ha azt beszélni tudna, akkor nagy dolgokat tudna mondani? Alul fölül mindenhol cipzározható, minden, ugye? A hátsó része teljesen lecipzározható, elől ki tudod cipzározni. Föntől lefelé és lentől fölfelé is cipzározható. Hát igen, még a búvároknál is ezt kérdezi az ember, hogy ez a legegyszerűbb dolgot bent. Tehát ezzel nem sokat foglalkozol. Igen, de gyors imád azért elmond az ember, hogy remélem kint van és nem bent. Az a feladata, hogy ne közvetlenül szívbe, hogyha nagyon-nagyon hideg van, akkor ne közvetlenül szívbe a levegőt, hanem mert akkor károsítja a torkodat, rossz esetben akár a tüdődig lemehet, és akkor megfagynak dolgok. Azt mérted már valaha, hogy mennyi súlyt vesztesz ilyenkor? Már nem nyilván felszerelésre gondolok, hanem elindulsz mondjuk 75 kilósan, és visszajössz mondjuk 69 kilósan, vagy ez hogy kell elképzelni? Mennyi megy le ilyenkor az emberről? Most 78 kiló vagyok, és elképzelhető, hogy leadok 10 kilót. Tehát egy ilyen expedíció alatt egy 10-es ugrés? Nagyon nagy a súlyveszteség. Ezt kell minimalizálni, és azért vesztesz súlyt, mert az emésztésed is elégtelen, miután nincsen oxigén körülötted, vagy nagyon kevés az oxigén a légkörben, ezért nem nagyon működik az emésztésed, csökken az étvágy, és folyamatosan égeted el saját magadat lényegében. És hány napig vagy a hegyen? Tehát a csúcstámadás az meddig tart? Elindulsz az utolsó táborból fölfelé? Elindulok mondjuk az alaptáborból, előre tolt alaptábor, ott lehet, hogy lesz egy pihenőnap, azt mondjuk hozzászámolom, pihenőnap, egyes tábor, kettes tábor, hármas tábor, csúcstámadás és vissza legalább a hármasig, de jó esetben vissza a kettesig. Tehát akkor most vagyunk a hatodik napon. Nem zártam be a kocsit. Hetedik. És aztán le is kell jönni a hegyről. Tehát olyan hetedik-nyolcadik nap környékén érek vissza az előre tolt alaptáborba.
És ilyen nagyon nagy barátkozásokat gondolom nincsenek, nem? Most én idézőjelesen kérdezek, nyilván persze ilyen direkt kicsit hülyeséget, de hogy ezzel azt akarom kicsit kihangsúlyozni, hogy azért ez egy baromi magányos dolog, nem? Tehát ott egyedül hozol döntést, egyedül felel saját magadért, ott segítséget nem nagyon tudsz kérni. Ugye ezt nem is tudom, melyik hegymászó mondta, hogyha valakit látsz 10-20 méterre magadtól bajban, teljesen életszerű, hogy nem mész oda, és ez megszokott a hegymászók között, hiszen nyilván az ott a saját ügye, a saját problémája, neked a saját dolgoddal kell törődni. Nyilván vannak, akik kivételt tesznek. Ezt nem gondolnám. Én azt mondom inkább, hogy vannak nagyon nagy barátkozások, sőt, életre szóló kapcsolatok születnek hegymászáson keresztül. A kötéltársat például mondjuk egy alpin mászás során nagyon-nagyon közel van hozzád, és nagyon nagy bizalmat igényel ez az elfoglaltság. És az alaptáborban is igen, barátkozunk egymással, de úgy kell mozognod fönn a hegyen, hogy önerőből ki tudjál mászni a helyzetekből. Nincsen szervezetmentés, mint az Alpokban, hanem hogyha valaki bajba jut, akkor a többi mászó áll össze, és mondja azt, hogy na jó, mi fel tudunk vinni neki egy kis teját, meg egy oxigénpalackot. Vagy le tudjuk segíteni a hegyről. Tehát ez egy ilyen spontán szerveződő, az erősebb csapatok, az erős több erőforrással rendelkező csapatok összeállnak és megpróbálják lehozni a bajba jutott hegymászókat, de erre nem számíthatsz. Hát igen, sajnos, hogy Erős Zsolt esetében is hallottuk, hogy nincs, hogy akkor expedíció indul a hegyre, aki lejött fáradt, aki nem tud visszamenni, nem megy vissza, ha vissza tudnak menni és vállalják, akkor elindulnak visszafelé. Tehát hát meg... ott azért ez egy teljesen másfajta szellemiség, mint amit az ember itt mondjuk megszok, vagy gondolna mondjuk a bajtási esetben. Hát nem fogod felhívni a mentők számát, és nincs ilyen, persze. Meg fizikailag nem tudsz felmenni, tehát itt jön elő megint ezeknek az időjárási ablakoknak a jelentősége, hogy menteni is csak akkor lehet, amikor van egy időjárási ablak, hogyha nem tudsz felmenni, nem tudsz felmenni. Igen, azt mondod, tehát hogy kötelességet feladni, pláne az ambíciódat kötelességet feladni egy csúcsmászás során, annak érdekében, hogy segítsél valakin, tehát az nagyon nagy disznóság, hogyha valaki lát egy bajba jutott hegymászót, és azt mondja, át én inkább fel akarok menni a csúcsra. Lenéz a hegyről, és látja a szponzor integet, hogy menjél tovább! 4-200 méter, és utalunk! Tovább, mert nincs pénz! Igen, tehát ilyen nincsen. Meg kell állni, segíteni kell a bajba jutottakon, de azt azért tudomásul kell venni, hogy korlátozottak a lehetőségeink. Hát, hogy egyet mondj még meg nekem, milyen, amikor egy ilyen serpa egy oxigén palac nélkül így elhúz melletted? Mert nagyjából én legalább kigáncsolnám, ha nem legalább a hátsó, megpróbálnám kiűzni. Egy elmozsolt rohagy meg. Az nincs az, hogy nonsensz, hogy ezek az emberek így fognak, 3 kilót földob, zsák, mit tudom én, és úgy begyel mellette, nyilván 15 éves csinálja, és 6 hetente 3-szor fordul meg a hegyen, de hogy azért legalább kicsit bosszant, vagy így. Ki kell, hogy ebben csak a legtöbb serpa hegymászó oxigénpalackot használ. Hát nagy, már a serpák sem nagyobb arányban használnak, de ennek jó oka van, mert ők olyan hivatásos profi hegymászók, akik minden évben nyugati expedíciók mellett dolgoznak. És szeretnék maximalizálni a munkabírásukat, a biztonságot, stb. Mondjuk tehát, azért, amikor olyan fotókat látsz, például mit tudom, Everesti alaptábor, hogy ott áll egy kínai tornacipőbe, farmer nadrágba, egy szál rövidújú pólóba, és nem úgy néz ki, mint a képen meg akar fagyni, azért az... Igen, és mellette napszöveg kesztyű ül 3 hegymászó, tudod, hogy meg ott áll egy kis pólóba. Ilyen sokat látni. Jó, hát nyilván oda születtek, persze. Igen. Neked most ilyen serpás segítséged akkor nem is lesz, ugye? Együtt fog dolgozni az expedíciómnak a serpáival, uh-huh. a nepáli hegymászóival, de nem használok serpát, tehát ez azt jelenti, hogy nem az én felszerelésemet viszi, hanem együtt dolgozom velük. Nagyon sok olyan fotó van az Everesten, amikor látni különböző szeméthalmazokat, hátizsák felszereléseket, maradványokat, ne adj Isten, emberi csontokat, ez ott egy teljesen megszokott dolog, hogy balra nézel szemét, jobbra nézel ott egy vas, balra nézel egy 20 éve ott hagyott bakancs, tehát ugye ehhez a látványhoz is hozzá kell szokni? Igen, tehát nem azt akarom, nem úgy kell elképzelni a mondjuk a csúcsgerincet, hogy tele van holttestekkel, de azért előfordul, hogy egyszer csak előbukkan egy holttest, és ez először sokkoló. Uh-huh. De utána nyilván ez is az élet, meg a hegymászás része, nem? Hát ez is hozzátartozik azért valamilyen szinten. Az igaz, hogy mindenki, aki fölmegy, le kell hoznia? Úgy ráébredsz arra, hogy ez egy veszélyes hely. Igen. Le kell hozni szemetet? Most ezt mondta a nepáli kormány, vagy a kínai kormány, hogy törvénybe foglalták, vagy majd a jövőben, hogy aki fölmegy, annak x kiló szemetet le kell hoznia? Erről hallottál valamit? Én is hallottam ezt a hírt, és a nepáli oldalra vonatkozik, úgyhogy nem is nagyon mentem bele, én a tibeti oldalon leszek. Időről időre próbálkoznak különböző olyan szabályozások bevezetésével, ami arra ösztökélni a hegymászokat, hogy hozzák le a szemetüket. Nyilván azért kezdett el elszaporodni a szemét nagyon nagy mértékben a hegyen, mert a kereskedelmi expedíciózás, az oxigénpalack használat nagy terhelést jelent a hegynek, és jó lenne olyan szankciók és jutalmazások rendszerét kitalálni, ami ráadásul ellenőrizhető, ez ugye ez nagyon nehéz dolog, mert
mondjuk azt a szabályt vezetett be, te a nepáli kormány, hogy ha nem hozod le a szemetedet, akkor nem kapod vissza a környezetvédelmi letétedet. És az alaptáborban van egy összeköző tiszt, aki vagy aláírja a papírt, hogy lehoztad a szemetedet, vagy nem, de ő nincs ott fenn 8000 méteren, nem tudja, hogy mit szemeteltél ott. Tehát persze. Nem könnyen ki lehet kerülni azzal a Klein úr a szemét, ezt a kabátot ki akartam dobni. Így van, sok mindennek együtt kell lennie, egy kicsit ilyen tudatformáló dolgoknak, egy bizonyos etikai kódex kialakulásának, szankcióknak persze, jutalmazásnak persze, ellenőrzésnek persze. Hát kemény. Nehéz kemény. Ugyanakkor meg tényleg, amikor az ember mondjuk a teljesítőképessége határára jut, és adott esetben az a kérdés, hogy élve megúszta a hegyet, akkor lehet, hogy furán hangzik, de nem hol van a szelektív? Nem, ebben azért tulajdonképpen ugyanakkor az a megdöbbentő, hogy bárhova beteszi az ember a lábát, az előbb-utóbb kezd használatlanná válni. Nem? Tehát ott voltak az érintetetlen hegycsúcsok, az ember kitalálta, elkezdte megmászni, és most már azt hallott, hogy tonna számra szeméthegy, stb. Tehát, hogy ugye van egy ilyen szomorú valóság, hogy egyszer oda az ember megérkezik, annak a civilizációnak ott tulajdonképpen lőttek. Dávid, tudunk veled majd műholdas telefonon keresztül beszélni? Mert szeretném, mikor legalább egyszer az alaptáborba vagy, persze, nyilván igen, ott már nem igen, az igen, lesz igen. A legkisebb-nagyobb gondot, hogy velünk beszél, de ha nekiindulsz előtte egy nappal, igen. Tehát mi szeretnénk azért egy kis helyzetjelentést. Lehet velem beszélni műholdas telefonon keresztül, nyilván előre egyeztetnünk kell, mert nem egész nap be van kapcsolva a telefon, hanem ezt le kell állni valahova, irányba kell tartani. De lehet, igen. Tehát tudunk hívni mondjuk igen. Egy alaptábori bejelentkezés, vagy ha esetleg magasabban is. Még két méter. Figyelj, Dávid, most adásban vagyunk, vagy beszélsz, vagy nem beszélsz. Ne lihegj annyira. Ennyire profi. Bereliegsz élőadásban. Hát mondj már valamit, hol vagy, mit látsz, csinálj fotót. Igen. Jó, nagyon drukkolunk neked, hogy sikerüljön. Köszönöm, jó, szépen. Azt hiszem, hogy talán ez a dolog, ez most már tényleg kijár neked. Sok-sok próbálkozás után most már tessék legyőzni ezt a hegyet. Hajrá, drukkolunk. Legyőzni nem, de azért felmászni. Ez fontos, igen, megmászni. Jó, drukkolunk. Van egy 30-ig jó kabátom, egy 1600-ig föl tudlak kísérni. Ja, jó kell. A csizmát megtarthatom pont ennél. Nem. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Drukkolunk. Jó, nagy kalappal beszélünk, akkor köszönjük szépen. Klein Dáviddal beszélgetünk, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Na már hívjuk is azt, aki megnyerte az ászlót. A Reál zászlót. Hello! Morning show! De jó, szuper! Milyen karálozzászló, ugye? Hát, így lehet. Először mindig a második helyzetet hívjuk. Nem, ez egy új trükk. Igen, egyébként végighívjuk azokat, akik lemaradtak róla. Orsi, hello, nagy Reál Drucker vagy? A kisfiam, a 14 éves kisfiam nagy Reál Drucker. Neki szerettem volna megnyerni ezt a zászlót. De jó, és mi a jó válasz? Ugye az volt a kérdés, hogy kilőtte az utolsó Reál gólt, most a legutolsó. Cristiano Ronaldo. Nagy csata folyik nálunk itthon, a férjem barszás, a fiam Reálos, úgyhogy... Hát akkor az El Clasicón ott nagy kiabálás lehetett. Azt hittem, igen, és én mindig a kettő közt állok, de a fiam fele húz a szívem. Hogy hívják a kisrácod? Dominik. Na mondd meg Dominiknek akkor, hogy küldjük az ászlót, jó? Ez igen. Egyenesen a Bernabeu stadionból van, jaj, a legutolsó El Clasicón. Igen, nagyon-nagyon köszönöm szépen. Imádlak benneteket nagyon. Én is fogtam ezt az ászlót. Hát ez meg így hát jó. Akkor oda se adod a kisfiadnak, akkor ez a tiéd. Van róla videó, hogy lengetem. Balázs DNS-e rajta. Istenem. És még a biztonsági őrök is rajta vannak. Igen, ahogy megpróbálják visszavenni, amikor távozunk a Bernabeu-ból. Küldjük, jó? Nagyon-nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Sziasztok, szép napot. Hello, ciao. Hello. És hogy hívják a kisfiút? A Kovács Ronaldo Cristiano. Messi Iniesta. Igen, de a beceneve Piqué. Hívjuk a nap hallgatóját is. Hívjuk, de nem. Morning show. Hello. Hello. Na, nem írtad alá, hogy hívnak. Megállok, már nagyon hosszú valakiteket. Ezzel mi is így vagyunk. Név. Igen. Csak mondj egy nevet. Attila, na. Mindegy, és hogy mit írtál, te vagy a naphallgatója. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Hol vagy helyileg, hogy ennyire rossz a vonal? Mit csinálsz? Most éppen telitek a magánvállalkozásomba, és kint vagyok az úgynevezett bordok közbe. Nyugtass meg, nem drogot árulsz. Nem. Jó, csak elmeztem. Jó, azért, hogy teritek valahol, nehogy aztán. Oké. Küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Köszönöm, sziasztok. Ciao.
Hello, hello. Na jó van, gyerekek. Reál Zászló is gazdára talált. Naphallgatója is van. Minden megvan, így van. Na, csak egy pis programajánló a végére. Hogy egy kis egy kis pis a végére. Azt mondja, hogy a ma a Szimacsarnokban zajlik, illetve ma is, mert kettő vasárnapig zajlik, a veterán fedett pályás atlétikai világbajnokság, és annak az egyik betét futama lesz egy bombaruhás futás, mert többször hallhatatok róla itt a Morning Show-ban, ma lesz, így van, 17 órától futunk, és meg lehet majd nézni természetesen Mészáros Zoltán főtörzsőrmester Guinness rekord kísérletét is, aki ugye az egymérföldes bombaruhában futásnak a világcsúcsát 8 perc 30 alá próbálja megtornázni. Azt a mindenit. Hajrá, Jani! Hajrá! Hajrá, főezredes úr! Főszázezredes kapitány! Hajrá! Én mivel 60 kiló vagyok, és egy 40 kilós ruhában fogok futni, nem biztos, hogy a legjobbak között leszek. Figyelj, ezt rajtam volt, nem voltál, itt volt ez a ruha, nem bízsz megmozdulni. Mennyit kell benne lefutni? Semmi, mérföldet. Azt mondja, hogy 2200. 2200? Mert nem vissza kell hozni a ruhát. Oda kettő, meg vissza kettő. Mert csak 2000-es pályák vannak. Ja, csak odafutsz, visszafutsz? Kétszer. Ja, két körte. Jó Isten. Csabikám, hello. Jó reggelt, szevasztok. Jó reggelt, mi is. Hallgatod a csengő hangjainkat? A csengő hangok nagyon érdekesek többször voltak. Többször felvetted? Próbáltam visszakeresni a régi telefonjaimat, de sajnos én nem őriztem meg őket, mint a Jani. De nekem is egyébként ez a márka volt az első, még az a nagy tégla, az a 20-20-es. Az 21-20-10-21-10, így van. 20-10, így van. A kocka alakú nagy. Legnagyobb még volt egy kis antennája, és ki is lehetett húzni. Bizony. Letört. Kis húzós antenna, de szép volt. Remek zené, így lesznek, Csabi? És nem mertem magammal vinni a villamoson, mert cikinek éreztem. De remek zenéket hoztam, négy srácot, figyelj, mondom a neveket, és ki fogjátok találni a zenekar nevét. Jau, Sziki, Beni, Oli. Na? Atya Isten. Jánus, Sziki, Oli, Beli, Oli? Jánus, Sziki. Jánus, nem, Jau. Jau? Sziki, Sziki. Beni, Oli. Mondjátok, hogy by the way. Hát. Ja! Jézus Isten. Hát, történelmet írtak, hát senki csapatként nem ért még el ilyen sikereket Magyarországon az X-faktorban. Mi mit csináltak? Hát második atlétikai. Ja. Bizony. Hogy? Pont látta azt az adást, csak már... Ez most nekem már kiment a fejem. Már az új X-faktoron gondolkozik. Azt hittem, hogy nyertek valamit, vagy valami Grammy-ben valami, mit csináltak, de barom vagyok. Csak meglegyen a balansz, mert hallottam a Hooligans, meg az AC/DC-t itt nálatok, és hogy popzene kedvelői is örüljenek azoknak. Azok örüljenek, Joe Biden-nek, hogy örülnek. 555-55-00, ez a telefonszám, itt lehet Csabitól más dalt is kérni, ha szeretnétek más zenét is hallani. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Szevasztok! Hajrá, Jani! Sziasztok! Köszönöm!